Hello, hello, sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát lassan ágyba kéne menni, de itt azt mondta az ember, hogy éppen ébresztő és ki az ágyból, úgyhogy még egy kicsit mi ébre maradunk, és egy fantasztikus karácsonyi grátis webinárnak nézünk. Elébe én Denkler Miklós vagyok, ugye a cryptomines aki nem ismerne, ex-bankos, viszont most már 2015 óta keményen kriptos, és az egész pénzügyi világot itt látom kibontakozni. Itt van velem Szabó Péter is a Konyhírek YouTube csatornáról, akinek nagyon hálás téma fog ma jutni, a bitcoinról fog nekünk beszélni, illetve érinteni fogunk más izgalmas területeket is, hogy hova fejlődik ez az iparág, lesz az elején egy kis közgazdasági kitekintés, lesz egy prezentációnk, az a lényeg, hogy meg fogtok kapni mindent felvételben is, a prezentációt meg fogjátok kapni fájban is, a linkeket is meg fogjátok kapni, úgyhogy lesz mit olvasni, ezt holnap fog kimenni e-mailem, úgyhogy mindent vissza lehet nézni. A, amikor lement a prezentáció első fele, akkor utána lesz mód majd arra, hogy kérdés felelek, és a legvégén meg sorsolni fogunk, 30 dollárnyi kriptoeszközt fogunk kisorsolni, a jelenlévők között, úgyhogy fontos, hogy addig itt maradj a hívásba. Oké, akkor csapjunk is bele. Ugye felvétel fog készülni, szóval hozzá kell járulj kérlek, hogy egy felvételt készítünk. Annyi, hogy időnként lehet, hogy be fog hallatszani a turmix gép hangja, mert itthon családi sütésfőzés megy, és ugye ilyenkor a turmix gépet nem nagyon lehet eltávolítani a konyhából úgyhogy csapjunk is. Bele örülök, hogy ennyien itt vagytok. Mielőtt viszont elkezdem a prezit, azt hadd kérdezzem meg, hogy ki mióta kriptózik, vagy teljesen valaki most még kezdő, vagy érdeklődik csak. Ezt írjátok a csetbe, kérlek, hogy lássunk egy képet, hogy körülbelül milyen a csapat összetétele. Ha gondolt, beírhatsz évet is, meg az, hogy melyik terület, amiben leginkább otthon vagy. Jó, úgyhogy ezt gyorsan a csetbe pötyögétek kérlek. Sok egyéb feladat nem lesz, amit nektek kell végezni, úgyhogy szerintem ez ez, ez mehet bátran. Én jó, közben nyitom a csetet. Oké, a zene az király, az szuper. Nagyon jó. Jó? Na, várom, írjátok csak a csetbe bátran, hogy ki mióta kriptózik. Peti, te is beírhatod. Ja, hadd mondjam majd. Oké, te majd mondod. Másfél év. Na, az pont jó, ugye másfél év lassan ugye az a csúcs, de e, értem szeren, akkor kicsit több fájdalom árán e, tanuljuk meg a, a, dolgokat, de a később az kifizetődik pár hónap. Passzív jövedelem kb. két éven az frankó, gondolom ott van egy kis DeFi vagy kereskedés. Nagyon kezdő Ildikó, és örülök, hogy egyre több hölgy van a, a hívásom, Marcs Ildikó, teljesen kezdő, és, és egyébként örülök, hogy ennyi hölgy van, mert ugye a Team Draper azt mondja, hogy a bitcoin 250 ezer dollár lesz, mert a, a háztartásokat ugye a hölgyek viszik, és hogyha a hölgyek elkezdenek barátkozni a kriptóval, akkor a bitcoin az megállíthatatlan lesz. Paskúj Peti, öt hónapja. Oké, okay, na, szuper, ülök neki. Akkor bele is csapunk. A kérésem az, hogy le fogok mindenkit némítani. Közben ne nagyon kérdezzetek meg. Az a kérésem, hogy a csetbe se írjatok, mert nem fogunk tudni figyelni, szóval ne az legyen, hogy itt egymásra nekiálltuk csetelni az előadás alatt. A, a végén fogunk akkor figyelni a csetre is, meg a kérdésekre is, amikor mondom, hogy akkor most vagyunk ennél a résznél. Jó. Oké, okay, akkor gyorsan a prezit előre pörgetjük. Ma megpróbáljuk gyorsan pörgetni, mert egyébként órákig, még napokig tudunk erről a, témá, erről a témáról beszélni. De megyünk és készülődünk a karácsonyra is, úgyhogy jó. Oké, okay, kérek egy visszajelzést, hogy hogy teljesen megosztva a Prezi látszik-e. Szuper. Szuper. Jó, oké, okay. na akkor kriptománc hajrá. Ö, ugye lesz egy kis közgazdasági kitekintés, hogy mi zajlik a pénzvilágában, mi ez az inflációs sok, amit most éppen megélünk, a kriptonak milyen a szerepe, hogy csak egy ilyen múló hóbort, vagy, vagy, ez a jövő, és abban, hogy ebben a válságban milyen lehetőséget látunk. Erre majd mondok majd egy példát, amit éppen tegnap hallottam a Carnegie Principle hívásom. Jó. Oké, okay. ugye színfalak mögött, mindig ugye a nagy dolgokat színfalak mögött zajlanak. Ugye mostanában egyre többször érintgetjük olyan dolgokat, ami ugye a legtöbb embernek még ilyen elmélet szagú, de egy idő után azt gondolom, hogy rá fogunk jönni, hogy nem, 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 nem az, mert hogyha mondjuk öt, év, öt évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy te maszkot kell, hogy viselj, nem mehetsz ki a kutyáddal sétálni, nem mehetsz át a családtaghoz, és nem mehetsz másik emberhez másfél méterre vagy két méterre közelebb, akkor azt volna, hogy összeesküvés elmélet hívő vagyok. Hát nem mondtam ilyen, ilyen dolgokat, de sajnos ezek bekövetkeztek, és valójában az összeesküvés elmélet megalkotói alkották ezt is nekünk. Na de ebből mind profitálni szeretnénk majd. Világvaluták. Jelenleg a dollár a világvaluta viszont nem volt ez mindig így, általában a világ valóták ilyen 80-120 évig töltik be ezt a szerepet, nagyban összefügg azzal, hogy, ugye, hogy hogyan igáznak le más népeket. Korábban ugye úgy ment, hogy háború, lebombázzák, elfoglalják, és rájuk kényszerítik a, a hatalmukat, ellopják az összes nyersanyagukat, és bevezetik ott a saját pénzt, és valójában a kereskedés is a saját pénzzel indul meg, ugye a többi ország tekintetében. Amerikával is jelenleg így ez a helyzet. A, ugye meg fogjuk nézni, hogy az olaj által hogyan lett a dollár valuta, viszont nekem van egy olyan sejtésem, és nem csak nekem, bocsánat, nem csak nekem, hogy én is van onnan azért szerem az infókat, hanem például Ray Dáliónak, aki az egyik legidősebb és legkomolyabb közgazdász, aki, akinek ilyen 100 milliárd dollár feletti vagyonkezelése tartozik hozzá. Ő is azt mondja, hogy a dollárnak vége és ugye akkor latolgathatunk, hogy kínai yuan lesz, vagy esetleg a bitcoin. Mi a bitcoinnak sokkal jobban örülnénk, mint a kínai yuannak, de minden esetre a dollárnak valószínű, hogy még pár év vagy évtizede lehet, és ugye ha megnézzük, az egész világ most úgy van kitalálva, hogy a fogyasztói társadalommal, és ugye az olaj, olajjal, hogy mennyi olajat kell ennünk, fogyasztanunk, ez ugye mind a dollárt táplálja. Na hát ez a világvalutánk, ugye, ami a dollár, azt hinnénk, hogy ez úgy tök stabil, és hogy ez, ez egy jó dolog, ha ebben van a pénzünk. Hát azt kell mondanom, hogy nem. Szóval maga a dollár is száz év alatt elvesztette az értékét. Azért mondom, hogy elvesztette, mert 99, valahány százalék az majdnem az, hogy elvesztette 100 százalékban az értékét. Látjuk, hogy voltak különböző olajválságok, voltak különböző megállapodások, volt, amikor ugye a dollár mögött volt arany. Ez mindösszesen 1900 71ig volt, amikor Nixon elnök azt mondta, hogy átmenetileg megszüntetjük, hogy a dollár be lehessen váltani aranyra. Érdekes, mert amikor Amerikában járok, akkor, a, a, és beszélgetek emberekkel, a, a, az embereknek a fele azt hiszi, hogy a dollár mögött van arany. Szóval nem tudják azt, hogy barom baromi sok adósság van mögött, de mindjárt megnézzük, hogy mennyi. Na hát ugye láttuk, hogy akkor a dollár már száz éve létezik. Ugye ez a United States dollars. Előtte is voltak dollárok, csak az volt, hogy mindegyik bank kibocsátott különböző dollárt, és volt vagy 200 fajta dollár. Egyébként talán a hollandoknak is annak idején, vagy nem is tudom, valakiknek a, a gulden menet volt dollár, szóval a dollár nem is Amerikából származik, hanem Európából, így az elnevezés. A Viszont aki kibocsátja a dollárt, kiadja, kvázi kinyomtatja, az egy magán lévő bank. Szóval nem az államnak a bankja, amit a, a, az állam, az adott kormány, meg, meg, nem tudom, politikusok, meg, meg a országgyűlés, vagy bárki felügyelget, hanem magántulajdonban van. Ö, ö, hát, és nem is egy nyílt, nyílt részvénytársaság, szóval nem tudunk a felbe befektetni, hogy részvényesek legyünk benne, mint az OTP-ben. Ez a világ leggazdagabb bankár családjai, ez a Federal Reserve, és ők irányítanak mindent, és valójában nem csak a dollárt, és ahogy a dolláron keresztül ami most élünk, egy hitelrendszer van mögötte, hogy adunk dollárt a, egy ígéretre, hogy te majd visszafizeted, kvázi valamilyen fedezetet tegyél, lemögé, valamilyen állampapírt mondjuk, és akkor majd visszafizeted ezt a hitelt. Ugye így képződik jelenleg a dollár, meg hát már sajnos úgy is, hogy lenyomnak a számítógépen egy gombot, és megint több milliárd dollár. Ez Egyrészt ugye az előbb említett infláció, Ugye jelleg az a cél, hogy 2% legyen per év, sajnos ez most Amerikában is 8%, Európai Unió meg Európában bőven 10% fölött van, viszont az évi 2% is ugye az egy pénzáromlás, és valójában az emberek zsebéből elmegy ebbe a zsebbe, amit itt látok, és ugye ott hízik tovább, és ők, hát, ők olyan hát, luxus között élhetnek, amit nagyjából ugye el sem tudunk képzelni. Ugye petrodollár, mitől lett a dollár nagy? Hát ugye egyrészt az, hogy ugye a, a Amerika kimaradt a világháborúkból, valójában bizniszt tudott belőle csinálni, meg ugye volt egy marsal hogy itt befektetett, meg, meg ugye egy csomó dologra eh, kvázi be tudott szállni, de valójában a, 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 az, hogy ilyen nagy lett és ennyire tényleg elterjedt, és mindenki ezt használja, ez a, az, hogy az arabokkal megállapodtak, hogy a, az olajat csak dollárban lehet eladni, semmi másba, nem lehet itt bizniszelni más termékekkel, hanem dollárban kell kifizetni, abban jegyzik az árát, és ugye azóta is minden nyersanyagot egyébként dollárban jegyeznek, és ugye ezt tette adja a dollárt, viszont van pár renitens ország, Oroszország, Kína, Irak, Irán, stb., aki ezt nem nagyon szereti, és mondjuk nem hajlandó dollárban elszámolgatni, az oroszok például már ugye bitcoinban is szállítanak gázt és olajat. És ugye valójában most az energiaválságról most nem lehet, hogy még később lesz diánk, de valójában nincs energiaválság, ez egy kreált válság. hogyha a politikusok és a, akik meghozzák a döntéseket úgy döntenék, hogy igenis megveszük azt, amit eddig is megvettünk, több, több évtizeden vagy akár több fél évszázadon keresztül, akkor nem lenne semmilyen energiaválság, szóval ez az energiaválság is egy csinált válság szerintem, de ugye nekem nem kell elhinni semmit, mindennek jár el utána, a, azért, hogy ugye az embereket félelembe lehessen tartani. Értem szerint szóval a Covid-dal már nem lehetne félelembe tartani, mert hogyha már tízszer azt kiáltott, hogy jön a farkas, és még mindig nem haltál meg Covid-ban, akkor, akkor ugye azzal már nem lehet félelemben tartani, de ugye itt a félelem keltés az egyik legalapvetőbb dolog sajnos. Jó, ezt mindjárt meg fogjuk nézni, ez hogyan pörög ez a számláló, ez az amerikai adósság, viszont miért rámegyünk az amerikai adósságra, itt megnézzük, hogy látjuk, hogy ezen a csárton ez a forgalomban lévő bankszámlapénz és készpénz bankbetéteknek a dollárban lévő összege, és látjuk, hogy egy óriási megugrás, még a 2008-9-es ingatlan piaci válságban is egy ilyen alig, alig látható kiugrás volt, itt viszont fölment négy-ötszörösére, és valójában ez okozta ezt az óriási inflációt. És akkor azért nyomtattak itt ennyi pénzt, kvázi tényleg lenyomták a gombot, és kinyomtattak egy csomó dollárt, eurót, Japányent és mindent, meg forintot is, de ugye a világgazdaságát inkább a, ugye a dollár befolyásolja, hogy ugye maga a korona lezárások miatt a lecsökkent gazdaság valamilyen szinten talpra tudjon állni, és ugye ehhez a pénz volt az üzemanyag, viszont ez a pénz most meg inflációt okozott, és ez az infláció viszont nagyon egészségtelen, mert, mert ugye az infláció nem is az a helyzet, hogy most valaminek, egy terméknek, mondjuk annak a kenyérnek, nem tudom, nem süt a nap, nem, süt a, nem esik az eső, nincs a talajban tápanyag, és, és ezért megdrágul a kenyér, mert több nap, napot kell tenni, meg, meg több, nem tudom, műtrágyát kell beletenni, mint eddig, nem, hanem valójában ugye a pénzért kevesebbet, és azért kerül több a cucc, szóval azért kerül több a boltba, amit megveszünk. Jó, és akkor nézzük meg ezt, a, ezt az adósságtáblát, hogy ez hogy is néz ki. Ezt is meg fogjátok kapni, majd tudjátok nézegetni, hogy hogyan alakul. Ez a usdebtclock.org, ugye erre kattintunk. Ez valójában ugye azt szoktam mondani, amíg elmondok egy mondatot, addig 100 ezer dollár lepörög, látod, elmondok egy kerek mondatot, addig 100 ezer dollár a nő Amerika adóssága. Ezt én még soha nem láttam visszafele pörögni, amikor két, két éve elkezdtünk kriptos előadásokat tartani, akkor ez 20 billió dolláron volt, most már 30, és ugye a GDP arányában ez elképesztő magas számokat mutat, és ugye ezt le lehet fejteni mindenre. Az a lényeg, hogy ezt még az, az a amerikaiaknak az ük 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 unokája sem tudja majd visszafizetni, mert a gazdaság ennyit nem bír megtermelni, hogy ezt mind vissza, vissza lehessen fizetni. És ha ránézünk, akkor látjuk, hogy van egy-két ország, ahol ez jóval alacsonyabb, ugye a külső adóssághoz képest, a, például Kínában, de ugye Japánban is mind a be, ott ugye a teljes nagy adósság, szóval Japán is teljesen el van adósodva, Németország, Anglia, és ugye a fejlett, fejlett világ, mind az Európai Unió is. De India, meg pár fejlődő ország, Argentina, meg ilyen szegényebb országok, vagy fejlődő országok, Indonézia, nem. Szóval ezt érdemes nézni, mert akkor el lehet gondolkodni, hogy hova fog polarizálódni a világ, mert ugye sokáig nem lesz fenntartható, illetve valószínűleg hogy jön egy rezett gomb, aztán utána, hogy értelmeszerűen az sem fenntarthatóságot jelent, csak azt, hogy a rezett gomb után mi fog történni, azt, hát van egy-két sejtésünk, de az egy külön előadásanyaga lenne. Oké, okay. akkor pici ugorjunk vissza, és nézzünk bele tovább a Prezibe. Na, csak egy érdekesség kedvér itt azt mutatom, hogy eh, amikor csődbe mentek az amerikai bankok a 2008-9-es ingatlanpiaci válságban, akkor hány milliárd dollárra lettek kisegítve? Miért mentek csődbe? Mert mohók voltak, meg kapzsik voltak, és valójában becsomagolták a hiteleket ilyen csomagoló papírba, hogy ne látszódjon, hogy az milyen kockázatos, és kiadták, hogy ez egy milyen frankó, és milyen biztonságos, és mennyi kamatot fog fizetni, és ez egy milyen jó ingatlanok vannak mögötte. Közben már kiderült, hogy a gettó sátor negyed van mögötte fedezetnek, nem az a chillivilli villa mondjuk, ami, amit gondoltak, szóval most picit sarkító, de nagyjából így nézett ki a szitu, és a Freddie, Mi, Mac nevű jelzálog bankot 200 milliárd dollárral mentették ki, a Lehman Brothers nem mentették ki, az összes többi bankot is látjátok, hogy mindenki kapott ilyen 10 kötőjel 70 milliárd dollárt, ugye Citibank, EIG, ezek itt Magyarországon is azért ismert bankok, JP Morgan a világ legnagyobb bankja 25 milliárdot kapott. Miből kapott? Hát az adófizetők pénzében, amit beszettek az adóból, abból kaptak. Egyébként ugye a bankrendszer, az úgynevezett fractional reserve működik, ami ugye részleges tartalékot jelent, szóval egy bankban soha nincs annyi pénz, mint ugye a, mint amit éppen a betétesek tartanak, mert egy egyrészt kihitelezik, meg nem is kell neki ott tartania, általában ez 15%-ot tartanak a jegybanknál, szóval teljes ügyfélpénzek 15%, át a többi az mind hitelben van, amiből majd visszajön. És pont ugye, most egy picit akkor még kriptozzunk, hogy ugye a csődbe ment az FTX, ugye betámadták a Binance-et, hogy a Binance csődbe megy, a Crypto.com-ot támadták. A Crypto.com, Binance nem ment csődbe, Kukon sem a mai napig, FTX igen, de az FTX-nél jóformán kilopták a 10 milliárd dollárt, és mindenféle felelőtlen dolgokra költötték. De valójában ugye ez pont a CZ, ugye a Binance-nek a vezére mondta, hogy nem lehet összehasonlítani a bank, bankokkal a kriptót, mert a kriptó annyira gyors, és annyira gyorsan megtörténik minden, akár, akár hogyha egy stablecoinról van szó, ami, ami mondjuk elválik az egyperektől, vagy akár megindul egy pánik, hogy azt azonnal, azonnal rohan, rohamoznák az emberek, és mivel könnyen azonnal ki lehet hívni, egy banknál nem fogják neked engedni, szóval ha most mindenki megrohamozza a bankot egyrészt, meg hogy 500 ezer forintán venvez többet, két milliónál nem vehetsz föl többet, ha két milliónál többet akarsz, akkor, akkor már hónapokra előre be kell jelenteni, hogy föl akarsz venni, ha meg valami, akkor véletlenül léppen lezárulják a bankszámládot, és bocsi, majd egy hónap múlva föloldják, mert most valamiért bezárolódott. Szóval rengeteg ilyen dolog van, amit ugye a bankrendszer meg tud tenni, és ugye részleges tartalékkal fut, ezért ugye kell is. Vannak ennél azért bonyolultabb szabályok, de a kriptonál nem. Szóval a, kripto, a kriptonál nem. Ott kell lenni a fedezetnek, és látjuk, hogy a kriptonál most ilyen vásáros időben, amikor mindenki ideges, az egész piac az, akkor ugye... Akár egy önbeteljesítő jósas is lehet, hogy valami, valamit valaki a Twitteren elkezd terjeszteni, aztán megrohamozzák mondjuk azt a kripto tőzsdét, és nem kellene, de valójában kihívják az összes pénzt. Oké, okay, infláció. Amerikában ugye 8%, most egy pici bement 8% alá, de ez nem biztos, hogy még tartós lesz. Európában bőven 10% fölött van. Látjuk, hogy nálunk ugye 13,7, egyébként Magyarországon a legnagyobb az élelmiszerinfláció, infláció, jó, jól nem égszem, most nem is tudom, 40 vagy 50 százalékos adatot láttam. Törökországban 80 százalék, szóval Törökországban azért olyan magas a bitcoin, meg a dogecoin, meg ugye mindenféle kriptó használata már a nagymamák körében is, mert egyszerűen 80 kal romlik a pénzük értéke. Szóval most gondold el, ha megkapod a fizetésedet, és nem költöd egy hónapon belül, már akkor is romlik az értéke. Ha meg elkezdesz félretenni, hogy majd akarsz venni egy autót, amire félreteszel, mire összejönne, addigra már 80%-a kevesebbet ér, és hogy az autó ára meg fölment, már nem, nem tudom, 1 millió líra, hanem most már ezért, 5 millió líra az autó ára, és nem, nem, tudod megvenni, mert ugye te csak 1 millió lírát tudtál összerakni rá. Ugye ez mind a pénznyomtatás miatt van, meg az, hogy felelőtlenül gazdálkodnak, a jegybankok, illetve hát valamilyen szinten az ez a politikával is azért összefügg, és úgy itt még most az ugye itt még nem keverném bele, persze, hogy az tovább gyűrűzik mindenbe, de még egyszer mondom, nem, nem az kerül többe, hogy fölhozzunk egy hordó olajat, nem az kerül többbe, és nem a, az olajnak egyébként ugyanannyi az ára, mint volt, most ugye 100 dollár alatt van, ugyanannyi volt az ára, én az olajat kereskedtem 12 évvel ezelőtt is, amikor bankos voltam, akkor is volt 90 dolláros olajár, de nem fizettél a benzinkuton 800 meg 700 forintot érte. Szóval valójában a pénznek a, pénznek a vásárlóértéke tűnik el, és azért, mert rengeteg lett nyomtatva, és hogy ezzel most küzdenek, most éppen arról szól a monetáris politika, hogy a monetáris politikának azt nevezzük, amit a jegybankok csinálnak, hogy most fölemelték a kamatot, most ugye drága a hitel, most az emberek ne költsenek annyi pénzt, ne költekezzenek a cégek sem, senki ne költsön semmilyen pénzt, mindenki takarítsa meg, amilyen van, és ne éljen nagy lábom, és attól sem riadnak vissza, hogy tömeges munkanélküliség legyen. Ezt ugye maga a amerikai egybank elnöke, Jeremy Powell úr mondta legutóbb. Hát igen. Ugye ez az infláció, amikor raklapnyi pénzzel kell menni. Ezt nem tudom, hol fotózták, én voltam Nigériába. Ott is óriás az infláció, és hasonlóan koszos és büdös a pénz, szóval nem akarod a zseberbe venni. Ezért egyébként Nigériával a legmagasabb a bitcoin elterjedtség, de erről majd nézzünk még egy kis csártot. Jó, infláció nyerni vagy veszíteni, ugye ez fontos azért tudni, hogy milyen devizában legyünk. Egy nagyon pici kitérőt mindjárt teszünk, de ránézzünk előtte az aranyra, hogy az arany mindig fényes. Ugye az arany nem egy befektetési termék, valójában az arany egy 5-6 ezer éve itt lévő az első pénz. Egyébként ugye van mindenféle teória, most belemegyünk egy pici ilyen, hogy mi volt a múltban. Az is lehet, hogy az aranyat kvázi különböző földön kívüli emberek szerették volna maguknak megszerezni, és egyébként az embereket arra tartották, hogy ezt kibányásszák nekik, de ez csak egy teória, jár utána ennek el érdemes elmenni Egyiptomba körülnézni. A, amit itt látunk, hogy mondjuk száz éve egy kiló aranyból ugyanúgy tett, tudtál venni egy szuperautót, vagy, vagy egy szuper mint most. Szóval az arany vásárlóértéken ugyanannyit takar. Az, hogy fölment az ára ilyen brutálisan, ez egyrészt ugye ebben a brutális felmenetelben benne van az, hogy létrejöttek az arany ETF-ek, ami egy ilyen befektetési termék, olyan, amit ugye a bitcoin is már régóta várunk, hogy legyen. Másrészt, a, másrészt ugye a dollár már gyengül egy jó ideje, illetve az arany még az is befolyásolja, hogy amikor ilyen válságos időszakok vannak, mint ugye 2008-9-es ingatlanpiaci válság, akkor a pénz, a Különböző céges kötvények, részvényekből áramlik vissza dollárba, a svájci frankba, a norvég koronába, mert ugye, hát főleg a svájci frank, norvég korona, amikor elég biztos országok, szerintem sokkal biztosabbak, mint Amerika, mert nincs akkor adósságuk, és ugye aranyba áramlik. De ezzel azt akarom mondani, hogy száz éve ugyanannyi természeti javat, vagy nyersanyagot, vagy éppen terméket tudtunk venni egy kilogramm aranyból, mint most. Ha ezt dollárra szeretném megtenni, akkor száz éve tudtál venni mondjuk 100 dollárral, vagy talán 200 dollárral egy autót. Most ugyanazt az autót nem nagyon kapnád meg 50 ezer dollár alatt. Úgyhogy ennyit erről. Jó, akkor egy picit ránézzünk, hogy ez az infláció mit is hozott itt, illetve mi a szitú vele. Oké. Okay. Ugye TradingView-t használjuk, ezt már jól megtanultátok, vagy hogyha nézitek a videókat ugye a Kriptományos akkor ismeritek. Ugye maga ez a DXY, ez a dollár erősségi index, most megnézzük mondjuk így hetibe. Ez az egész évet emelkedésbe töltötte. Nincs a... megosztva, Miki, bocsánat. Bocsi, oké, okay, jó, Szóljatok ilyenkor. Nincs megosztva, sor a megosztóban. Jó. Ilyenkor bátran kiabáljátok be, oké. Okay. Na, szóval ez a dollár a többi valutával szemben, japán, angol fonti, euró, stb. Látjuk, hogy egész évelejétől ez emelkedik, és brutálisat emelkedett, brutálisat emelkedett, ugye itt, ha megnézzük mondjuk a mélypontokhoz képest, valamivel 30%-kal erősödött. Most már elkezdett csökkenni, és jön lefele, azért, mert uh, ugye a dollárban erő, erő, emelték meg először a kamatokat, és a pénzek áramoltak dollárban, hogy hát akkor veszünk dollár kötvényt, mert fizet kamatot. Hát most keresünk dollárban 4 százalékot, 5 százalékot, hát az milyen jó lesz. Euróban meg még nem kapunk annyit, meg nem kapunk még annyit, nem tudom, Japánban se, hogy ezért gyengült. Viszont rájöttek a többiek is, hogy hoho, -ho, ugye most Japánban is megemelték ezt a kamatsávot, az Európai Központi Bank is elkezdett emelgetni, és hogy ezért a dollár nekiállt. nekiállt gyengülni, és valószínűleg gyengülni fog még, viszont hogyha bármilyen a gazdaságban jönnek rossz hírek, akkor arra számítok, hogy ez még itt visszapattanat, és egy picit mehetünk fölfele. Mit jelent ez a forinttal kapcsolatban? Forintban is, ugye fölmentünk 282 dollárról, a csúcs, amikor voltunk, az volt ugye 450, 58 kal ment föl. Szóval, ha ezt te fölismerted, vagy nézted a videókat korábban, akkor ugye ezt a csártot azért meg szoktuk elég gyakran nézni akkor látod, hogy érdemesebb dollárban lenni, mint forintban. És például a Revoluton, ezt tökéletesen át is tudod váltani, ugye minden videónk alatt ott van a Revolutnak a, a linkje. Ez most jön lefele, szóval azt, hogy most átmenni dollárban, ezt nem feltétlenül gondolnám, hogy jó ötlet. Persze tudjátok, hogy egy, ami itt elhozik, az semmi nem pénzügy tanácsadás, hanem mind edukálás. Viszont nézném a horizontális szinteket, hogy hogyan jön lefele, és ugye adott esetben itt még be tennék több szintet, amit, amit mindenképpen vizsgálnék. Jó, nézzük meg, hogy mi a helyzet az euróval. Az euró, euró most adott esetben lehet, hogy lehet jobb választás, mert a dollár és az euró pár is ugye az euró javára elkezdett emelkedni, és látjuk, hogy a forint euróban itt azért még ez a nagy emelkedő trend még nem ért véget, ez lehet, hogy egy dupla csúcs akar lenni, ez, ahol most éppen van az árfolyam, ez a 400 dollár, ez egy elég kulcs, fontosságú árfolyam, úgyhogy ezt mindenképpen érdemes nézni, alatta 394,3-at, mert hogyha ezek elvesznek, akkor már euróban sem érdemes, akkor maradjunk forintba. De egyelőre még úgy tűnik nekem ezen a csáton, hogy euróban jobb lenni jelenleg, mint dollárban, meg forintban. És hogyha ránézzünk az arancsátjára, akkor ugye most nem technikai elemzésről szól a mai oktatás, de látjuk, hogy egy óriási lefelé trendet törtünk, és itt van egy W alakzatunk, egy szuper forint alakzatunk, megfordult a trend, és körülbelül én ide várom az aranyat, és az aranyat ugye meg tudjuk venni Pax G formájába, Pax G, beírod a, Coin, a CoinGecko-ra, meg tudod venni a Bybiton, és valójában ki tudod tenni Ledgerre, és olyan, mintha aranyat tartanál, csak nem aranyrút formájában, nem egy kriptóeszköz formájában, hogy az aranyat másolja le. És ugye ez azt jelenti, hogy akkor most az arany, lehet, hogy nem is az euró, nem is lehet, hogy a dollár, hanem lehet, hogy inkább az arany, amire érdemes itt tekintenünk, mert még lehet, hogy a gazdaságban sok szarság fog jönni, ami még pánikot okoz, és az jó tesz az aranynak. Másrészt, ugye az arany technikai is tört ezt a lefele trendet. Oké, több csátot most nem nézünk. Menjünk vissza a preziben. Jó, pénzfunkciói. Hogy miért is beszélünk erről? Azért, mert ugye a bitcoint a teremtője, akiről majd mindjárt beszél Péter, ugye Szatosi, valójában egy peer to peer nek teremtett, azaz egy olyan pénznek, amihez nem kell, nem kell egy rendszer, ami kezelné maga, maga valójában a rendszer, az saját maga a pénz. Szóval nem az, hogy van egy bankrendszerünk, vagy egy SWIFT rendszerünk, ahol mondjuk még 10 éve, vagy 15 éve, amikor a bankban dolgoztam, még fakszolgatni kellett, hogy mondjuk átmenjen egy nagyobb utalás, meg 28 millió papírt benyújtani, hogyha egy ügyfél mondjuk külföldön vett valamit, és beigazolni, hogy ő most nem pénzt mosott meg minden, a, hanem, hanem ugye maga van egy rendszer, a bitcoin blokklánca, és van rajta a bitcoin nevű pénz, ami peer-to-peer, -peer, az a szemétől személyig megy, de ezt Péter majd elmondja, és ezért tekintünk rá pénzként. Az, hogy árupiaci eszköznek van besorolva, az egy dolog. Én pénznek hívom, mert mert azt látom, hogy leginkább erre teremtették, és szerintem be is fogja tölteni ezt a funkciót. Sőt, én még azt is el, 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 látom, hogy akár a jegybankok a kis arany mellé mellé bitcoint fognak venni, mert nem tudnak más biztos eszközhöz ragaszkodni. Nem tudnak, egy jegybank nem tud menni és ingatlanokat venni, és azt betenni tartalékba, meg az nem is olyan likvid aranyat, meg bitcoin tud. Jelenleg ugye sokan dollárt tartalékolnak. De ugye majd rá fogunk jönni, hogy amikor az oroszok ugye elkezdték a háborút, akkor az angol jegybanknál lezárolt tartalékhoz nem fértek hozzá. Hiába van nekik egy csomó aranyuk, meg dollárjuk az angol jegybanknál, hát nem, nem fértek hozzá, és mai napig nem férnek hozzá. Oké, okay, elszámolási eszköz. Ugye gazdasági szereplők összes tudják hasonlítani az árat, azaz, az, ugye van egy egység, amihez mérjük, és akkor elkezdjük árazni, hogy oké, okay, akkor a, a, a egy liter tejért szoktunk adni fél kiló kenyeret, akkor kettő per egy, és akkor ez, hogyha lefordítjuk, mondjuk forintra, akkor ez így néz ki, ha bitcoinra, akkor meg így néz ki. Ugye cserészköz, hogy ez közvetítés, ezt az árumozgást, ki is tudjuk cserélni, nem kell a különböző termékeket egymásra cserélni, hanem valójában nekem kellett valami, adtam érte pénzt, azzal a pénzzel te meg, megvetted, ami neked kellett. És ugye ezért a gazdaság kenőolaja. Másik, hogy ugye át tudunk engedni jövedelmet, például akár adót is be tudunk fizetni, vagy például egy kamatot fizetni. De ne felejtsük el, hogy például az Etheron blokkláncát egyébként használják már az Európai Befektetési Bank a kötvényeire, hogy az Ethereum blokkláncon vannak kifizetve a kötvényhozamok de valójában át tudunk engedni, például bitcoinban be tudunk fizetni adót, Svájcban több helyen, Amerikában is több helyen, Miami-ban, meg ugye ö, ilyen kriptobarát helyeken. A vagyontartási eszköz, ugye egy, egy, ez még egy kicsit hadilávon áll a bitcoinnál, ugye, mert most esik az értéke egy jó ideje, mert még a bitcoint, még ebben a ciklusban úgy ö, tekintenek rá befektetők, mint egy technológiai részvére. Mint itt egy szuper új technológia, mint a Facebook, mint a Google, meg mint a nem, nem tudom én micsoda, és úgy tekintenek rá, és ugye, amikor minden jó megy, akkor szárnia, amikor meg ugye visszaesnek a dolgok, akkor meg ö, jobban esik, mint mondjuk egy gyógyszergyár részvénye, de gyógyszergyár részvényt mondjuk én elviokok miatt nem veszek. Mert miért tegyünk gyógyszert, hogyha nem kell? Oké. Okay. Super. Peti, te, szó, szóval én most akkor lazulok egyet. Élvezem okay. az előadást. <laughs> Jó, oké, okay. üdvözöllek benneteket, sziasztok. Hát valóban én kaptam a kellemesebb részét a dolognak, vagy hát nem tudom, tehát számomra ez a kellemesebb. Na, beszéljünk egy kicsit a bitcoinról, ugye, ami az első működőképes kriptovaluta volt. Ugye, miről beszélünk? A bitcoin egy decentralizált kriptovaluta, és ebben az aláhúzandó szó az a decentralizált, ugyanis azt jelenti, hogy nem kell egy központi bank és hatóság a háttérbe, tehát nincs ez az úgynevezett middleman. Felhasználó és felhasználó között küldhető, ugye ezt peer to peer szokták mondani a tranzakciókat a hálózati csomópontok által, ugye kriptográfia segítségével kerülnek elfogadásra és hitelesítésre, hogy a bitcoin megosztott főkönyvében, amit blokkláncnak nevezünk. A bitcoint hát eredetileg a 2009-es pénzügyi válságban egy ismeretlen ember, vagy csoport Satoshi Nakamoto álnéven publikálta, ugye azt a mai napig nem tudjuk biztosan, hogy ki vagy kik voltak, azok az emberek, akik mögötte állnak, de ugye ez adja például az egyik fő érdekességét, hogy itt van egy olyan működőképes eszköz, amelynek ugye, ahogy a Miki is mondta, rengeteg pénzhez hasonló funkciója van, és nem kell hozzá egy ismert embernek lenni a háttérben, vagy bármi olyan cégnek vagy szervezetnek, hogy működőképes megoldásként mehessen. Mehetünk tovább, Miki. Jó, tehát a, mi adja a bitcoinnak a, a, a technológiai értékét? Egyrészt ugye a bitcoin hálózat relatíve gyors, hát ugye most itt relatív gyorsaságról beszélünk, de nyilván ilyen szempontból is fejlődik a, a bitcoin hálózat, mert az alapvető tranzakció per másodperc sebessége nem a legnagyobb, viszont van egy olyan rendszer, ami ráépül a bitcoin hálózatra, ez az úgynevezett Bitcoin Lightning Network az valóban gyors, tehát ott pillanatok alatt tudsz egy tranzakciót indítani, olcsó a tranzakció, hát ez ugye erősen relatív, azért a Bika piac csúcsán nem feltétlenül, de ami nagyon-nagyon fontos, hogy határtalan bárhová el tudod küldeni a világon, méghozzá olyan helyekre is, ahova mondjuk fiát pénzt, tehát hagyományos pénzt nagyon nem, Gondolok itt például a fejlődő országokra, vagy a harmadik világ országaira, tehát számtalan ilyen Példa van, hogy ilyen országokba a bitcoin küldése sokkal-sokkal könnyebb, mint a fiat pénzé. amiről beszéltünk, a decentralizáció nincs, aki irányítja a saját javára, nincs központi bank, és ez nagyon-nagyon fontos, mert ez adja vissza a mi elvesztett szabadságjogainkat, ugyanis mi tetszik-nem tetszik a központi bankok és kormányok kezében vagyunk, viszont itt van a kriptovaluták forradalma, ami visszaadja a kezedbe a saját sorsod irányítását. Ugye a bitcoin teljesen transzparens, ugye beszélünk itt a nyilvános elosztott főkönyvéről, és hát nyilván a blokklánc, blokkláncon minden tranzakció nyomon követhető, így bárki meg tudja nézni, hogy a pénz, hon, illetve az eszköz honnan, hova áramlott. Ugye a decentralizációt már említettem. Tehát egyértelműen nincs szükség közvetítőre, bankra. Megfigyelhető, hogy a bitcoint egyre több ember használja, ugye erről későbbiekben majd látni fogunk több diát is. Nincs limit, nem tiltható be. Amit az előző dián is említettem, hogy peer-to-peer -peer működik, tehát személytől személyig küldhető, és te magad vagy a saját bankod, ugye ami a lehető legfontosabb dolog. Nincs infláció, illetve per pillanat a bitcoin inflációja az ilyen éves 1,7 de ugye ez csökkenni fog. Sokan digitális aranyként apostrofálják, ugye Miki is beszélt róla, hogy a központi bankok meg a bankok majd valószínűleg bitcoint is fognak tartani, mert ugyanolyan értéktartó eszközként fogják gondolni, mint az aranyat. Ugye a készlete az korlátozott, tehát 21 millió darab bitcoin van, és lesz. Ugye ebből tiz, több mint 19 milliót már kibányáztak, az utolsó 2 milliót, azt pedig 2140-ig fogják kibányászni. Majd megmutatom, hogy milyennek az oka, hogy hogyan lehet az, hogy mondjuk 14 év alatt kibányáztak, vagy 13 év alatt kibányáztak 19 milliót, és Ilyen hosszú ideig tart a maradék kettőt kibányászni. És ugye itt a kereslet-kínálat viszonyait néznünk kell. Tehát ugye ez a 21 millió darab bitcoin, úgyhogy egyre nagyobb az igény rá, egyre több ember ismeri a technológiát, és látját, hogy milyen fontos szerepe van és lesz. Ez bizony a kereslet-kínálat törvényszerűségi alapján felfelé fogja hajtani az árat. Mártunk. Miki? Mehetünk. Kösz. Na, itt láthattuk egy összehasonlítást a fiat pénzekkel és a, a, a bitcoinnal. Tehát a fiat pénznél elmondható, tehát a hagyományos pénznél, hogy végtelen a készlete, bármennyit tudnak nyomtatni, ugye ezt főleg a Covid válság óta érezzük is. A bitcoinnak véges a készlete, ugye ebben a 21 millió darabban van meghatározva. A fiat pénz konfiszkálható, ez azt jelenti, hogy kisajátítható, tulajdonképpen a bank bármikor tudja zárolni a te bankszámládat, hogy ez más országokban meg is valósul, tehát erre vannak sajnos példák. Ez sok mindenen múlhat, tehát politikai nézeteken, egyéb dolgokon, tehát erre, erre sajnos több negatív példa is van. A bitcoinnál ugyanez nem valósítható meg. A fiat valutákat a határok ugye korlátozzák, tehát ahogy a korábbiakban is mondtam, ugye vannak, vannak olyan országok, ahol a fiat valutát nem feltétlenül könnyű küldeni, ellenben bitcoin mondjuk igen. Tehát minden abban az irányba mutat, hogy ez egy sokkal-sokkal fejlettebb rendszer, mint mondjuk a fiat pénzek rendszere. Mehetünk Itt a 2021-es kanadai tüntetéseknek a képét láthatjátok, vagyis tüntetés képét láthatjátok, hogy itt a kamionosok lezárták Kanada bizonyos régióit, és az ellen tüntettek, hogy egyrészt a Covid megszorítások ellen, másrészt, hogy olyan oltóanyaggal akarták, tehát kötelezni akarták őket az oltásra, és nem akartak számukra ismeretlen oltóanyaggal, nem akarták beoltatni magukat, és ezért kezdődött ez a, a, tüntetés sorozat, amelynek sajnos a szomorú apropója, hogy bár Kanadát egy viszonylag liberális országnak, egy szabad országnak ismerjük, de ez csak a regényekben van így. A valóságban ugye a központi rendszer itt is azért zárolta ezeknek a kamionosoknak a bankszámláit, sőt olyanoknak a bankszámláit is zárolta, vagy korlátozta a pénzküldési lehetőségeket, akik támogatták ezeket a tüntetőket, és hát ez egy nagyon ékes példa arra, hogy igazából ha a rendszernek nem tetszik, amit te csinálsz, akkor bizony a jelen ö, központosított pénzügyi rendszerében, ebben az úgynevezett CIFI-ban azért be tud bőven avatkozni. Mehetünk. A háborúban is bizonyítottak a kriptovaluták, Ugye, ez, ha, ha figyeltétek a híreket, akkor, akkor bizony lehetett olyan híreket is hallani, hogy, hogy bizony Oroszországot leválasztották a Swift rendszerről, tehát erről a nemzetközi pénzfülési rendszerről. És hát bizony az orosz állampolgárok, akiknek sajnos semmi közük nincs a háborúhoz. Nem tehetnek róla, hogy ez a helyzet így alakult. Sok esetben nehéz helyzetbe kerültek, de. Nyilván a kriptovaluták erre megoldást jelentettek, de mondom ezt úgy, hogy azért voltak olyan központosított kriptovaluta váltók, úgynevezett cex amelyek kormányzati utasításra bizony a kriptovaluták küldésének a lehetőségét is blokkolták, de hát van erre egy nagyszerű rendszer, az úgynevezett DeFi, tehát decentralizált pénzügyek, nyilván ennek a kifejtése azért egy másik ilyen bemutató tartalmát képezhetné. A lényeg a lényeg, hogy bizony, sok esetben a kriptovaluták megoldás jelentettek ebben a háborús helyzetben, tehát aki ügyesen az orosz vagy ukrán állampolgárok közül tartott bitcoin vagy egyéb kriptovalutát olyan rendszeren, amelyen mindig elérhető volt számára, az könnyebb helyzetben volt, mint aki a normál pénzügyi rendszerre támaszkodott. Mehetünk. És igen, itt be kell vezetnünk egy nagyon fontos fogalmat, amivel majd meg fogtok ismerkedni, csak az a nem mindegy, hogy hogyan és mikor, ez pedig a CBDC, ez a központi bankok által kibocsátott digitális valuták, ugye ez a központi bankok elképzelése, a digitalizált jövőről, illetve a blokkláncon futó jövőről. Ugye ezeknek a CBDC-knek a legnagyobb problémája az, hogy a fiat pénzek jelenlegi problémáját nem feltétlenül oldják meg, sőt, tetézik azokat, hogy míg a hagyományos készpénzzel a zsebedben, ugye bárhova elsétálhatsz, és bárkinek adhatsz belőle, addig, ha a CBDC bevezetése kerül, akkor minden tranzakciót az államok felügyelni tudnak, és hát látni is fognak és ez bizony, hát gondoljátok végig, hogy ezt szeretnétek-e vagy sem, Ú, nyilvánvaló módon ezzel majd részben együtt kell élnünk, de azért számunkra itt van egy nagyon jó kis rendszer, hogy a kriptovaluták tökéletesen alkalmasak arra, hogy mondjuk ilyen szempontból ne legyen majd megkötve a kezetek, és szabadabb életet élhessetek minden szempontból. Aha, Ró, itt e ezt mondanék egy picit, ugye, hogy Kínában, Kínában már ugye élőben megy ez a CBDC, én ugye voltam Kínában, akkor még nem volt CBDC, viszont ahhoz, hogy az Alipay tudjam használni, ahhoz ugye Bitcoin, Bitcoinon Bitcoin volt, és az alipay tudtam tenni egyenleget, viszont ugye Kínában elég komolyan megy ez a social control, hogy, hogy úgy mondjam, szokvány, szóval, hogy kontrollálják az embereket. Volt az, hogy ha, ha, éppen kimentél volna tüntetni, akkor megvonták a, a, a Covid oldalt, akkor bekaranténoztak, szóval az embereket igazából nagyon-nagyon manipulálják és terelgetik. Egyre több tüntetés volt egyébként már a múlt héten emiatt, és valójában ott az ottani CBDC, ami megy, bevezettek egy új úgynevezett leáratot, hogyha nem költöd el a pénzt, amit a pénztárcárban van, mondjuk amit megkerestél fizetést x időn belül, akkor eltűnik. Eltűnik. Szóval ez Biztos lesz egy csomó előnye, ami a CBDC-be jöhet, de az, hogy te valamiért most valahogy nem úgy viselkedsz, ahogy mondjuk azt a nagy hatalmak, a nagy tömegekkel szemben elvárják, mert te más vagy, akkor lehet, hogy mondjuk neked a pénztárcádat blokkolják, illetve a benne lévő pénzt, és az is lehet, hogy mondjuk a, a a folyamatos költésre, és hogy, hogy minél vedd meg a mennyél, és vedd meg a multiknál azt a sok-sok cuccot, amivel ugye a nagyhatalmak pénzt csinálnak, azzal meg ugye tök jó rá lehet kényszeríteni, hogy van egy lejárata annak a pénznek. Ha nem költöd el, akkor elveszik. Mehetünk, Peti. Milyen jó érzés lenne. Úgyhogy úgy, Te... legyen bitcoinod, mert egyébként ebben a világban, amikor eljön, és az emberek persze mi is fogjuk használni ezt a CBDC-t, meg ha te már itt vagy, valószínűleg sokkal jobban fogod tudni használni, mint bárki más, és a családtagjaiknak is te fogod megmutatni, hogyan kell használni a CBDC-t, a digitális forintot. Viszont ha van bitcoinod, bárhol mész, bár, bármi történt, akkor, akkor találni fogsz olyan embert, aki ezt a bitcoin tőled elfogadja, és egyre több ilyen ember lesz. És ugye a bitcoinon most jönnek a Lightning network de azért megint csak egy külön előadás anyaga lenne, hogy milyen gyorsan és milyen olcsó lehet már transzoktálni bitcoinnal. Oké, okay. jó, mehetünk tovább akkor. Ugye a, a bitcoint sokan digitális aranyként tapasztolják, ahogy arról már beszéltem, ha a bitcoin... Kapitalizációja, tehát az összes pénz, ami bitcoinban van, eléri az aranypiaci kapitalizációját. hogy az aranypiaci kapitalizációja ez 11 billió dollár, tehát 11 10 milliárd dollár. Ha ezt a bitcoin eléri, akkor egy bitcoin az 480 ezer dollárnyi értéket fog képviselni. Ugye jelen állás szerint nem tudom mennyire követitek. Egy bitcoin az ilyen 16 600, 700 800 dollár mai árfolyamon. Tehát itt azért egy jelentős növekedés lehetséges. Bizony, ugye a rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyek simán jelenthetik azt, hogy mondjuk mondjuk digitális arany lehet valóban. De ahogy a Miki elmondta, azért itt a pénztulajdonságai is megvannak a bitcoinnak, és hát eredetileg valószínűleg ezzel a célral is hozták létre. Más kérdés, hogyha akarunk mondjuk bitcoin hálózaton gyorsabb megoldást használni, akkor ez a Lightning Network, amit a Miki említette, erre sokkal-sokkal alkalmasabb, hiszen itt pillanatok alatt keresztül mennek a tranzakciók, és elég alacsony költséggel meg is tudnak valósulni. Tehát ez egy, ez egy fejlesztés, ami mindenképpen nagyon-nagyon érdekes. Jó, mehetünk! Ami nagyon fontos... Ugye itt beszéltünk a kereslet és kínálat törvényszerűségeiről a bitcoinnal kapcsolatban, és arról is, hogy 14 év alatt vagy 13 év alatt kibányáztak, ugye a bitcoint azt így elvileg bányázták, nyilván ebbe most nem menjünk bele. Tehát 13 év alatt ugye 19 millió bitcoin bányáztak ki, és 2140-ig pedig a maradék Kb. 2 millió bitcoin fogják kibányászni. Ez annak követ köszönhető, hogy a bitcoin algoritmusába le lett programozva ez az úgynevezett bitcoin felezés. Ez azt jelenti, hogy a blokkonkénti jutalom, tehát ugye a, a bányászok blokkokat állítanak elő, és ezek a, ezekért a blokkokért ők a bitcoint jutalmúl kapják. 2009-ben, amikor elindult a bitcoin hálózat, akkor egy blokkért járó jutalom az 50 bitcoin volt, és ez megfelelő számú blokkonként feleződik ez a jutalom. Tehát itt láthatjátok, hogy 2012-ben ez már csak 25 bitcoin volt blokkonként, 2016-tól 12 és fél, és jelenleg ugye ott tartunk, hogy egy blokk kibányászásáért 6,25 bitcoinnyi jutalom jár annak a bányásznak, akinek ez sikerül. A következő felezés 2024. március-április a magasságára tehető, nyilván ez blokszám függő, tehát nehéz meghatározni pontosan, és innentől 3,125 ezeret bitcoin nyár egy blokk kibányászásáért, és ugye látjátok a folyamatot, hogy 2052-ben már egy egész alacsony bitcoin jutalom. Igaz, hogy ugye értékben pedig ez azért egy óriási értéket jelenthet. Uh, úgyhogy azt gondolom, hogy itt talán átment. Igen, jó, mehetünk, köszi. Ha megnézitek, a teljes kriptó uh, piaci kapitalizációja 2022 uh, jú, ja, júliusában, bocsánat, csak ott volt a, a kamerakép, uh, itt látható, ugye ezen, ezen a dián, ez ilyen, hát uh, 2022 júliusában ez, ez közel, milyen 2,7, ugye közel 3, milli, 3 billió dollár volt, igen, tehát 3000 milliárd dollár volt, ahonnan most visszaestünk ilyen 1 billió dollár alá, tehát azt hiszem per pillanat ilyen 800 milliárd dollár a teljes kriptopiaci kapitalizáció, ami azt mutatja, hogy ez egy nagyon picike piac még, viszont egy nagyon dinamikusan fejlődő piac, tehát most ugye egy medvepiaci környezetben vagyunk. Viszont ha a következő bikapiac jön, akkor annak a csúcsa nagyon valószínű, hogy már nem 3 billió dollár lesz, tehát az összpiaci kapitalizáció nem ennél sokkal-sokkal magasabb. Mehetünk. Ö, igen, ugye, ahogy említettem, medvepiacban vagyunk most. Ugye a medvepiacként az eső, tehát lefelé tartó trendet szoktuk apostrofálni. És bizony ez a medvepiac, ez nagyon komoly lehetőséget tartogat számunkra, tehát itt hozzá kell szokni a kriptopiacokon, meg amúgy is befektetéseknél érdemes ezt tartani, hogy elsősorban akkor vásárolunk, amikor mindenki sír körülöttünk, tehát amikor esik a piac, akkor érdemes vásárolni, és amikor emelkedik, amikor mindenki kapzsi, addig, akkor pedig profitot realizálunk tehát akkor adunk el. És hát ugye az előző bigop, medvepia, tehát ez a medvepiac ugye 2021. novemberétől már egy óriási esést jelenti, a bitcoin az közel 74-75 ot esett a jelenlegi szintig, tehát aki a csúcson vásárolt, annak ugye ez fáj. Viszont, ha a jelenlegi árszinteken vásárol valaki, akkor akkor a következő bika nagyon-nagyon komoly profitra tud szert tenni. Ugye ennek egyetlen feltétele van, vagyis kettő, hogy meg is kell tartania addig, illetve menet közben folyamatosan profitot kell realizálnia, ugyanis azt senki nem fogja tudni megmondani, hogy a következő csúcs az mennyi lesz. Azt láthatjátok ezen a dián, hogy 2009-ben egy bitcoinhoz hozzá tudtunk férni egy centes áron, 2019-ben ez már 3600 dollár volt, és 2022-ben pedig ugye közel 20 000 dollár is volt egy bitcoin, per pillanat ugye ilyen 16.7-800 dollár, de az mindenképpen megfigyelhető, hogy azért itt az ár folyamatosan emelkedik, hogyha nem napi vagy heti szinten nézzük, hanem egy kicsit kizúmolunk, tehát távolabbról nézzük a bitcoin árfolyam mozgását, akkor mindenképpen megfigyelhető ez, hogy folyamatosan felfelé tartunk. Lehetünk. Nyilván nem csak az árfolyam növekedik, hanem a bitcoin felhasználók száma is folyamatos növekedésben van. Ezen a, a, dián azt láthatjátok, hogy azok a bitcoin címek, amelyeken nem, tehát nullánál több bitcoin található, ezek folyamatos emelkedésben vannak. 2010-től egészen ugye megfigyelhető mostanáig, és ezek ezután is emelkedni fognak, hiszen egyre több ember ismerkedik meg a kriptovaluták fogalmával, ismeri meg a jelentőségüket, és érti meg, hogy milyen fontosságú lesz ez majd a jövőben számára. Tehát aki ezekben az időkben ébren van, ugye nektek most nagyon jó, mert ti már itt egy előadást hallgattok a kriptovalutákról, nagyon nagy előnyre tudtok szerteni azokkal szemben, akik mondjuk ezt öt év múlva ismerik meg, tehát akkor jutnak hozzá az információhoz. Mehetünk. Itt is a kriptofelhasználók növekedését láthatjuk, hogy az utolsó adat, ez 2021. novemberi vagy decemberi, és 295 millió emberről beszélünk. Hát a föld népessége mennyi 8 milliárd körül vagyunk? Ugye? valahol. Ja, 8 milliárd körül vagyunk, hát gondoljatok bele, hogy mekkora potenciál van ezen, ezen, a területen, vagy ebben a, ebben a területben. Ezt mindenkinek a fantáziájára bízom igazából én. És még egy annyit hozzátennék, hogy, hogy ennek része nem is annyira kriptó felhasználó, hanem inkább NFT felhasználó, aki még nem nagyon tudja mi az, hogy, hogy, hogy bitcoin vagy kriptó, csak mondjuk vett valamilyen koncertjegyét és kapott hozzá egy, egy NFT-t, ami, amihez rendeltek egy pénztárcát, és majd most, most kezd ismerkedni, hogy akkor mi, mi is a helyzet ezzel a pénztárcával, ez még mit tud nekem adni. Így van, így van, így van. Tehát ő, ők például nem is lesznek olyan hardcore felhasználók feltétlenül. Na, hát ugye itt egy nagyon érdekes táblázatot láthatunk, tehát száz főből hány ember használt kriptót. És érdekességként megjegyezném, hogy azért itt a fejlődő vagy harmadik világbeli országok állnak a listelén. Ugye Miki is említette Nigériát, hogy ott bizony milyen iszonyatos infláció van. Tehát a gazdasági nehézségekkel küzdő országoknál figyelhető meg elsősorban, hogy a leggyorsabban terjed a kriptofelhasználás. Ha hogy ugye Nigériát 2019-ben 100 főből 28 használt kriptovalutát. Bocsán semmi van, még 2022-re ez már 45 főre tehető, és hát nyilván itt, ha megy, szemezgetünk a listával, akkor láthatjátok, hogy a, a, az első jelentősebb gazdaság ország, vagy fejletnek mondható ország, az talán ott Hollandia, meg, meg Svájc, igazából a többi, tehát Brazília is egy óriási ö, gazdaság, mert viszonyatos sok brazil van. Meg hát Dub Dubaj, Dubaj úr. Ja, út, Dubaj, megújt. igen, igen, igen. Ja, oké, okay. azt kifelejtettem. Jó, mehetünk. Itt a technológiák elterjedését láthatjátok ezen a, a, a dián, és hát ö, nyilván itt ö, egyfajta azt figyelhető meg, hogy, hogy az elején mindig az innovátorok, tehát azok, akik nagyon, nagyon figyelnek az új technológiákra, azok kezdenek el használni egy, egy technológiát, később jönnek ugye a korai felhasználók, és aztán ez így terjed tovább, és a bitcoin esetében ugye megfigyelhető majd, hogy később a a skeptikusokat is el fogja majd érni. Ez nem tudják kikerülni azt, hogy a bitcoinnal, illetve a kriptovaluták piacával kapcsolatba kerüljenek. Mehetünk. Ö, gyakran hasonlítjuk össze, vagy hasonlítjuk a, a kriptó terjedését az internet terjedéséhez, vagy az internet használók számának növekedéséhez. Ugye az internetről azt mondták a 90-es évek elején, hogy igazából nem való semmire. Múló így, hóbort. Így van, múló hóbort, múló hóbort pusztán az internet, ahol az emberek csak játszogatnak, illetve e-maileket küldözgetnek egymásnak. Nézzétek meg most, hogy hol tartunk. Anél, tehát internet nélkül igazából már ufónak tartanak egy olyan embert, aki, aki tényleg nem tudja ezt a technológiát használni. Tehát oké, okay, az én nagymamám nem tudja használni, de tudja, hogy mi az internet, tehát már ő is tud róla, pedig ő 91 éves, nyilván számítógépe nincsen, de ez egy dolog. És láthatjátok, hogy a, a kriptovaluták felhasználása, illetve a felhasználók számának száma ott tart, mint az internet a 90-es évek végén. Gondoljatok bele, hogy mi lesz a következő 10-15 évben, hogy hány millió ember fogja megismerni, illetve itt már a milliárdos számban fogjuk számolni a kriptovalutákat. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolog, és ahogy korábban is mondtam, igazából itt a fejlődés első lépcsőjénél tartunk. A tömeges adoptáció az még az igazán tömeges, az csak ezután fog jönni. De egy Tehát. dolgot itt még elmondanék, hogy ahogy most hasonlítjuk az internethez, de nem az, hogy most nem tudom, almát körtével hasonlítunk, hanem valójában ez a, ez a leg, legnemesebb alma, ez az aranyalma, ami, ami, ugye most a kriptovalutáknak hívunk, mert valójában a, a, a Bitcoin illetve az utána következő ugye egyéb blokkláncokkal, amin ugye a DeFi kialakult, a pénz fölkerült az internetre, szóval az érték fölkerült az internetre, és a fénysebességgel körbe tudja járni a világot pillanatok alatt és az egész gazdaság minden át tud alakulni, ugye még mindjárt beszélünk egy picit a metaverse meg a Web3-ról, de valójában úgy tekintsetek erre, hogy itt nem csak az internetes hasonlítjuk, hanem valójában az internet ezáltal fejlődik tovább és maga, maga a növekedés gyorsasága sokkal ö, százalékosan is ö, gyorsabban növekszik a kriptó jelenleg, annak ellenére, hogy például ma egy, ö, idén egy visszaeső év van, mint az internet. De tudjuk, hogy volt internet lufi is, amikor egy csomó cég eltűnt, viszont aki megmaradt, az ma ö, ugyanúgy százszoros árfolyamon jegyzi a, a részvényárát, mint ö, anno. Így van. Itt ugye ugyanúgy a, a kriptó, a mobil és az internet felhasználók vannak összehasonlítva, tehát azért a megfigyelhető, hogy például a mobiltelefonpiac is milyen dinamikus fejlődésben volt a, a, a 90-es években, mert hát ugye most mindenki több mobiltelefonnal is rendelkezik egyszerre. Ez ugyanaz, tehát ugyanaz a történet, ami, amiről az előbb is beszéltünk, hogy óriási robbanás előtt állunk, és nyilvánvaló módon ehhez az is kell azért, hogy a, kriptovaluták piacán sok megoldásokkal, sokkal felhasználó barátabbá váljon, tehát akkor tömegek számára nyílhat ez meg. Valamint egy nagyon fontos dolog van még, ez a szabályozás. Ugye a kriptovaluták piaca, ez jelenleg egy nem szabályozott környezet, Nyilvánvaló módon ahhoz, hogy tömeges elterjedés lehetővé váljon ehhez, szabályozással van szükség, de a következő nem túl távoli jövőben, egy-két éven belül azt gondolom, hogy ez is meg fog oldódni. Mehetünk. Oké, okay, ugye itt még a, ez egy logaritmikus csárt egyébként, és ugye nagyon összefüggésben van, az, van ez a Metcalfe's Law, ezt valójában azt méri, hogy egy bizonyos dolgot mennyien használnak. Ugye ugyanaz, hogy az internetnél mennyien használták, a hűtőszekrén mennyien használták, Mennyien használják most a bitcoin-et, eteromot, és ez valójában ez pont ott van, hogy egy olyan áttörés előtt jön, amikor sokkal inkább fölgyorsul ez az egész, és ugye elérjük azokat a, a, a tömegeket, amit ugye az előző csárton láttunk itt, hogy ugye már a szakadék át lett hidalva, a bankok is meghidolgozták az infrastruktúrát, hogy kriptot szolgáltatnak, az új technológiák, mind kriptó és blockchain használnak, és be, be fognak érkezni hamarosan a tömegek. Oké, okay, akkor erről beszélek egy picitém. És szerintem, Péter, akkor én köszönöm szépen, hogy itt voltál. Tudom, hogy menned kell, de találkozunk még ugye a következő grátiszon, ugye egyre többet fogunk tartani ilyen és hasonló témában, úgyhogy eh, Köszönöm, hajlán. hogy itt lehettem. Oké, okay, sziasztok! Köszönjük, hogy itt voltál. Jós, hello, hello! Na, hogy beszéljünk egy picit a webekről. Ugye a web egy ez a hagyományos dolog, ahol mondjuk tudtunk e-mailezni és mondjuk olvasni egy statikus weboldalt, csak szöveg volt, és ugye mondjuk személy számítógép egy komplett dobozokat kellett nagy monitorral cipelned, és, és hát nem is cipelned, hanem az asztalodon tartani, és úgy tudtál betárcsázós internettel részt venni. Aztán jött a Web2, ahol ugye már tudtál írni, és kvázi tudtál valamilyen tartalmat oda tenni az internetre, interaktív volt, föl tudtad tenni a képedet, más képe, más képét is meg tudtad nézni. Különböző platformok alakultak, ugye Facebook, kat említeném, de a, a, a adott esetben a Google is egy ilyen platform, és hogy ezek már mind a felhőben működnek fönt, vannak különböző szervereken futnak, és ugye az ömében okostelefonnal használjuk, viszont ezek még mind centralizáltak. Majd ugye jön a következő, ami a Web3, ami jelenleg most lépünk be a Web3-ban, még annak is a nagyon korai szakaszában vagyunk, és ugye a Web3 valójában az internet következő szakasza a Web3. Szóval minden, ami a Web3, a DeFi, a, valójában a DeFi is a Web3-ba tartozik bele. Minden a Web3, mert itt már olvasunk, írunk és birtoklunk. És ez nagyon fontos, ezt kiemelni, hogy birtoklunk. Azaz, digitális tulajdonunk van, szóval ami az interneten fönn van, az a miénk. Ez lehet egy zeneszám, egy írás, egy bármilyen tartalom, amit te csinálsz és az fönt van az interneten, és bekapcsolva, összekötve ugye a különböző kriptós lehetőségekkel, a pénz is tud áramolni a maga azon digitális tulajdonod iránt, ami van. Ez lehet egy ingatlan, amit veszel egy digitális térben, lehet egy üzlet, amit nincs digitális térben. Ugye ne felejtsük el, hogy ezek a virtuális gazdaságok, ugye metaverz, metaverzumok, ugye a GP Morgan a világ legnagyobb bankja, irodát nyitott, azaz banfiókot nyitott a Sandbox metaverzumába. A Adidas, a Nike mind, mind, nyitott boltokat a metaverzumba. Ami ugye még jellemző, hogy különböző hálózatok futnak, akár több blokklánc is be tud kapcsolódni, és több szereplő is. Szóval ugyanúgy a JP Morgan ugyanazon a platformon ott van, mint ahol a Snoop, Snoop van egy rajongói ingatlanja például ugye mind blockchain felhőbe futnak, és egyre inkább decentralizáltak. És a decentralizáltság itt azt is jelenti, hogy van egy tartalmad, ami lehet egy NFT is, ugye az NFT az, ami non-fungible token, azaz nem helyettesíthető token, és ugye a bitcoin, meg az Ethereum, meg a legtöbb kriptovaluta, az mind helyettesíthető, mert hogyha én adok neked egy 20 az ugyanolyan 20 ugyanúgy bármit tudsz vele csinálni, az én 20 ezresem, mint a tiéddel. Semmi különbség nincs, annyi, hogy más a sorszáma, de mindenhol ugyanazt ugyanúgy elfogadják. Ugyanez van a bitcoin, hogy egyik bitcoin ugyanolyan, mint a másik. Viszont az egyik NFT, az nem ugyanolyan, mint a másik. Még egy sorozatban is, ha van, egy picit más, Ugye, föl fölöttem látjátok, ez a baseball sapkásat, ebből is lesz egy csomó fajta, és máshogy áll a szeme, máshogy áll a baseball sapkája, és mindegyik egy külön-külön-külön egység. Oké, okay. akkor nézzük meg, hogy mi van itt még. Ugye bitcoin megeszi a világot, ezt majd mindjárt megnézzük a cégek kapcsán. A, ugye Azt gondolnánk, hogy a cégek, minden cég elkezdett már használni blokkláncot. Van, aki ezt ugye nagyon ki is teszi és promotálja, hogy ő, ő használja ezt az innovatív technológiát, van, aki meg még úgy próbálja takargatni magát, akár ugye mondjuk lehet, hogy inkább a bankokra jellemző, ez meg egy-két hagyományos szereplőkre, de valójában már mindenki kezdi használni, és a bitcoin azt gondolom, hogy mindenhol ott lesz. Mindenhol. Az Amazonon is lehet már bitcoin fizetni, csak én nem közvetlenül, hanem egy úgynevezett kártyán keresztül, viszont egyre inkább mindenhol ott lesz. Ugye az Apple Pay-en keresztül is tudjuk már használni, mert hogyha van egy bitcoinos bankkártyád, vagy egy kriptos bankkártyád, hozzáteszed az Apple Pay-hez, és tudod használni. Ezt megnézzük mindjárt kint csártom. Oké, okay, és akkor visszaugrunk ide. Jó, akkor egy picit átmegyünk, megnézzünk két csártot. Mm -hmm. Jó. Oké, okay. nem ebben a preziben nem is ebben, hanem ebben. Benne lesz a, a preziben, amit megkaptok, ez egy logaritmikus csárt, a bitcoin árfolyamát mutatja, bárhol viszem a kurzort, kírja a dátumot, és kírod bal fölül a, a, az összeget is. Itt el tudtok kalandozni, hogy mit is csinált. Egy picit be tudjátok járni, hogy hát isten, hát itt volt 5 dollár, volt 1 dollár. Hát elmondom nektek, amikor én először ránéztem a bitcoinra, az 2011-ben volt, még bankos voltam, egy dollár körül volt, és nem lehetett venni ilyen tőzsdéken, mint most, hanem bányászgép, bányászat, és ugye akkor én döntöttem, hogy hát ez nem nekem való, és 2015-ig nem is foglalkoztam vele. 2015-ben, hála Isten, amikor ugye újra ránéztem, akkor 200 dollár volt. Persze mindenféle ígéretes, de valójában skemnek és becsapós dolognak tűnő dologba sikerült elköltenem jó sok bitcoin, szóval nem csak egy-kettőt, jó sokat. Szóval az most dollármilliókat érne nagy valószínűséggel, de hát tanuló pénzen végig kellett menni, nem volt akkor még ilyen oktatás, mint most nálunk, úgyhogy a saját bőrömön kellett megtanulni. Ugye összefüggésben vagyunk a ciklusokkal, itt tudsz nagyítani, és ha valamit kinagyítasz, akkor mutatja, hogy hogy néz ki. Ha duplán kattintasz, vissza tudsz menni. A másik kedvencünk a szivárványos csárt, ami mutatja a bitcoin felezéseket, ugye Péter már beszélt a hávingokról, amikor a, a, a blokk jutalom, amit ugye bányászok -ok kapnak azért, hogy validálják a tranzakciókat, megfeleződik, és ugye ez nagyban befolyásolja, hogy előtte időszakban már megindul egy emelkedés, utána is van egy nagy fellendülés, és nagyjából, amikor fél időre távolodtunk el a hávintal, akkor megindul egy nagy korrekció. Ez így volt most is, illetve most a világgazdasági események is erre rátesznek egy lapáttal. Ugye sokan mondják azt, hogy a bitcoinnak még soha nem volt akkor a válság, mint ami most van, és hogy majd meglátjuk, hogy hogy szerepel. Igen, meg fogjuk látni, csak ne felejtsük, hogy a bitcoin az előző világgazdasági válságba jött létre, 2008-9-es pénzügyi válságba, azért, hogy egy megoldást adjon. És az, hogy az emberek akarják a jót, és föl fogják ismerni a jót, és ugye nagy szerepet van neked is abban, hogy menj és mondd el a barátaidnak, hogy hogy milyen jó a bitcoin. Egyrészt ugye van egy könyv, amit majd a, a leírásban, az e-mailekben is megkaptad, ez pedig egy tökéletes karácsonyi ajándék, de ha már nem írod a karácsonyra, akkor is rendelt meg a családtagoknak, szeretteknek, barátoknak, meg saját magadnak, mert nagyon olvasmányos formában leírja. Aki írta, ő volt Gratis Febinárunk, több képzésünkön, meg követi a csatornánkat. Viszont visszatérve a csátra, egyértelműen azt jelenti, hogy amikor itt a zöld alatti kék zónában vagyunk, ezek bizonyulnak a legjobb vásárlási lehetőségnek. Amikor a pirosban vagyunk, akkor meg leginkább érdemes akár a portfólióból egy picit, picit eladni és lazítani rajta. És nézzük meg még egy gyors, nagyon gyors kalkulációt, fogok itt uh, mutatni, hogy ne nagyon menjen az idő. Egyébként a, az eszközöket is itt meg lehet majd nézni. A Coin, Companies Market Cap, itt látjuk, hogy itt van az arany, 12 billió dollár, itt van az Apple 2 billió dollár. Most ugye ők is visszaestek, mert korábban jóval magasabb értékük voltak, itt van az arany. A bitcoin már volt itt kb. 7-8 helyen. Már volt itt, most ugye itt elég a lista itt van a 27. helyen, de mivel ez a leginnovatívabb, a legkisebb játékos a csapatban, neki lehet a 27. helyre lenni, mert ő simán vissza fog menni az első ötbe. És hogyha picit ránézünk arra, hogy mondjuk a, a teljes kripto market cap most is alig, alig van egy billió dollár alatt, hogyha teljes kriptot összeadjuk most, akkor a Google után ő, ők a nagyobbak, mint az Amazon a teljes kriptó. És ne felejtsük el, hogy a bitcoin az 13 éves, a, a legtöbb ö, ö, komolyabb altcoin, mondjuk Ethereum, ö, mondjuk az 4, 8 éves, ö, nem, bocsánat, 6 éves, és a, és a többi kriptó meg alig 1-2 éves, és valójában itt van, itt van most is úgy, hogy mennyit visszaestek itt lennének a hetedik helyen. Jó, van egy dollár átlagáras kalkulációnk, nagyon röviden 100 dollár, ugye ez most ilyen 35-40 ezer forint mondjuk, havonta bepakoljuk bitcoinba elmúlt öt évben, és úgy, hogy ugye most van a legnagyobb, legnagyobb medvepiacunk, azaz, azaz raktunk a csúcsokon is jócskán bitcoinba. Semmit más nem csináltunk, mint havonta mondjuk 40 ezer forintot betettünk bitcoinba. Látszik, hogy nem naponta naponta, hanem havonta. Jó lenne naponta betenni. Oké. Látjuk, hogy 6000 dollárt tettünk be összesen, 6000 dollár ez mondjuk olyan turván 2,4 millió forint, és ez 22 ezer dollárt ér most. Annak ellenére, hogy milyen alacsonyan van most az ár, még így is így is majdnem négyszeresét hozta 5 év alatt. Most mutasd nekem egy olyan eszközt, ami ami nagyon lent van most, nagyon lent van, valójában nyol, majdnem 80%-a lejjebb van, mint a csúcson, és még így is négyszeresét hozta 5 év alatt. Ezt ö, bele fogom tenni majd a Prezibe, használjátok bátran. Oké, akkor megyünk tovább vissza. Nem, ide. Jó. Ezt azért szeretem, mert ugye milliomosoknak jó rezgése van. Bízom benne, hogy egy napon, akik itt vagytok, annak követik a, 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 a tanulmányainkat, meg a, a csatornáinkat, ti is dollármémosok lesztek. A dollármémosok egyébként medvepiacban születnek, mert aki ilyenkor lép, annak sokkal nagyobb esély van dollármémosnak lenni, mint aki, aki ugye e, ilyenkor e, elfordul a piactól, mert nagyon sokan sajnos elfordulnak a piactól, de pont ilyenkor kéne tanulni, és mindent megtenni, hogy minél több kriptot össze tudjak szedni. A, ugye, hogyha 52 millió dollár milliós van a világon, ők is úgy fognak majd, mint az a harangörbe volt, hogy van, aki korán ébred rá, hogy itt a bitcoin, van, aki meg majd 20 év múlva ébred rá, hogy nekem kéne bitcoin. Ha viszont mindenki akarna legalább egy bitcoint, értem szerint nem fognak tudni megvenni, de az kapásból a bitcoin árát fölvinni 2,7 millió dollárra, ha mind, a, mind az 52 millió dollár miatt ráugrana. Szerintem rá fognak ugrani, és nem kérdés nekem, hogy, hogy egyre több millió dollár milliós akar majd, hogy arany ingatlan részvénymenet legyen egy kis bitcoinja is, és tegnap volt ugye Carnegie Principle egy mesterelme ö, csoport, ö, időnként ugye szoktatok oda kapni meghívást, ugye minden hónap elején van egy ö, olyan dolog, hogy részt, le, részt vehetnek kvázi ö, meghívottak, majd ö, küldök erről e-mailt. Ott ö, ö, az amerikai híváson volt arról szó, hogy egy dollár dollárminimos közölte, hogy ő 10 millió dollárt vesztett a kriptóval, idén, viszont amikor csúcson volt, akkor vett nem tudom hány ferrari meg lamborghini meg ilyen sportautókat, mert ez volt a mániája, és most azt csinálja, hogy eladja az összes ferrari -t, lamborghini -t, és vesz rajta bitcoint, úgyhogy azt gondolom, hogy ő valószínű, hogy ezt a elbukott 10 millió dollárt többszörösen vissza fogja hozni, mert ugye nem, az, nem úgy döntött, hogy most elad bitcoint, Amilyen van, és amin egy átmeneti nem feszítésén van, azt tartja, viszont eladja a Ferrari-t, meg a Lambóját, meg a többi e, szuperluxus autóját. Jó, mikor vegyek? Hát azt gondolom, hogy a legjobb ugye most venni, egyrészt, mert a piac sokkal lejjebb van, mint amikor egy éve beszélgettünk volna. E, és minél előbb érdemes venni. Ugye lehet, hogy leszünk még 10 dolláron, lehet, hogy leszünk 12 ezer dolláron, nem tudni, elképzelhető, szerintem lehetünk ott, de valószínűleg sok időt nem fogunk ott tölteni, és mire felocsúdnál hogy akkor most lement ide, és most veszek, lehet, hogy mire odaérsz, hogy megvennéd, már nem fogsz tudni, én így voltam ezzel 2020 márciusában, hogy mire úgy ránszentem magam, akkor veszek 3000 ezren már csak 5000-en tudtam venni, mert felugrott ugye abba a pár napba. A, az a lényeg, hogy vagy választod azt, hogy rendszeresen vásárolgatsz, ezt hívjuk ez a dollár átlagáros vásárlásnak, amit előbb néztünk, vagy ugye választod azt is, hogy megtanulsz, és a kriptóban rengeteg módon lehet pénzt csinálni. Lehet úgy pénzt csinálni, hogy csak a fő kriptoeszközökben időnként vásárolok. Lehet úgy pénzt csinálni, hogy neki farmolni, azaz különböző decentralizált tőzsdéken segítesz likviditást hozzáadni, ezért kapsz egy csomó kriptoeszközt ajándékba. Megtanulhatsz kereskedni. Akkor is tudsz pénzt csinálni, hogyha esik a piac. Ugye ezt hívjuk sortolásnak. Akkor is tudsz pénzt csinálni, ha emelkedik. Ha csak 100 dollárod van, akkor meg tudod tanulni, hogyan tudsz nagyobb összeggel kereskedni. Tudsz NFT-ket venni. Tudsz olcsón NFT-t venni, eladni drágán. Szóval rengeteg minden van, amit meg tudsz tanulni. Az a lényeg, hogy most a legjobb idő tanulni, és felhasználni az időt a tanulásra, és mindjárt megmutatom, hogy azt a platformot, amit kvázi így a barátaimmal létrehoztunk, és ugye a kriptományc oktatások ezen vannak fent, és ugye a srácok ezt a platformot egyébként jelenleg ingyenesen elérhetővé tették, szóval bármilyen regisztráció nélkül részt lehet rajta venni, és ugye minden egy helyen itt van, ezt mindjárt meg fogom majd mutatni, vannak oktatások, és ugye ott vannak a mi oktatásaink, az a lényeg, hogy itt saját tempóban lehet haladni, viszont ugye érdemes Érdemes ugye saját magadba is fektetni pénzt. Akár ugye ez legyen tanulás, legyen egy könyv, legyen egy képzés, mert a, ilyenkor a saját magadba fektetett pénz a legjobb, a legjobban megtérülő. Ha van egy saját vállalkozásod, ugyanúgy mindig a saját vállalkozásodban beruházott, befektetett pénz fogja neked a leg, legtöbb megtérülést hozni, és nem kell persze a kriptóban jó, ha itt vagy, és a jó, akár hogyha a vállalkozásod is tart kriptóeszközöket, vagy fogad el kriptót ö, a, a termékeiért. Viszont a saját magunkba fektetett pénztérül meg mindig a legjobban. Erről majd mindjárt picit beszélünk, viszont előtte elmondok egy történetet, amit nagyon szeretek, előtt viszont egy kort vizet. Ti is így vizet, mert egyébként előtte kell vizet inni, miőtt megszomjaznánk. De hát én már megszomjaztam. Oké, na hát a történet lényeg az, hogy egy, egy üzletember repül, és a, a repülője késik, ezért beül egy étterembe és várja. Neki áll jegyzetelni egy nagyon szép ö, ilyen ö, naplóba, és egy aranyszínű tollal teszi mindezt. Szépen jegyzetel ebben az aranyszínű tollal ebbe a szép naplóba, és jön egy másik üzletember, a B üzletember, aki megkérdezi, hogy uram, hát nincs itt hely, leülhetek az ön a Hát parancsolj, üljön le persze, foglaljon helyet. A B üzletem belekezni, hogy hm, hát uram, ez nagyon, nagyon szép ez a toll, amivel jegyzett el, hol lehet ilyen tollat venni. Hát mondja az A üzletem, hát nem tudom már hol vettem, otthon megvan nekem, online rendeltem, de tudja mit, ezt a tollat, ezt oda tudom ödnek adni 100 dollárért. Ó, hát szuper, hát 100 dollárért megkapom ezt a tollat, és ez arany, vagy ilyen aranyozott toll, ez szuper, ezt köszönöm szépen. Oké, nyújtja az A üzletember a tollat, B üzletember nyújtja a 100 dollárt, majd a B üzletember kikapja a tollat, és a 100 dollárt is elveszi, és elfut. Hát ez a kriminális csere, mert ugye ő mindent vitt, a másik nem kapott semmit. Nézzük, hogy milyen a részleges csere. Nyújtaná az A üzletember a tollat, de fogja, és leveszi a kupakot, és kupak nélkül adja oda a tollat. A B így nézhet most, mit csinálnak ezzel a tollal. Krytás lesz az akóm. Viszont az A rohan, elveszi a 100 dollárt, és viszlát. Hát ez ugye nem fogja jól érezni magát a B üzletemben semmiképp, úgyhogy nem. Nézzük, milyen a felcsere. Adja a tollat, elveszi a pénzt, itt a kupak, ó, kupakkal együtt, szuper. Ez volt a felcsere, remélem, hogy már most mindannyian így hagyjátok végre a cseréket. És ugye mindig értéket cserélünk, és ugye a értékről szól, ugye ne felejtsük el nézzük a következő cserét, ami a legizgalmasabb. Nyújtja a tollat, és mondja azt, hogy uram, óra jutott, hogy ehhez a tollhoz valójában van egy ilyen, ilyen szuper arany pénzcsiptető csipesz is. Ezt is odaadom önnek, mert ez szerben volt, és együtt van. Ó, hát, ó, hát még van hozzá pénzcsiptető is, hát ne mondja. Ó, hát uram, adjon egy névi egy feltétlenül szeretném tudni, hogy ő mivel foglalkozik. Hát nagyon áldom önt, hogy itt még egy pénzcsiptető csipeszt is kaptam a, a tollhoz. Ö, Ajándék úgy, hogy nagyon köszönöm. Na, hát ezt ugye az egészet le tud egyébként fordítani a magánéletedre is, mert hogyha mondjuk van egy kisgyereked, aki áldan követelőzik, mert új játékot akar minden nap, és te minden nap megveszed neki az új játékot, és nem kérsz tőle semmit cserébe, akkor kriminális cserét hajtszasz végre. Ha viszont elkezdesz kérni és a cserét, azt ugye egy dologra teszitek, és mondjuk akkor veszel neki játékot, hogy ő valami extra tevékenységet végez, akkor vele is el tudsz jutni a bőséges cserére. Na nézzük, hogy mit ö, tudunk mi neked adni kriptományzként, mint bőséges cserő. Ugye ez a webinár, ez egy ingyenes webinár, szerűen ez egy ajándék, nem is ingyenesnek hívom, inkább én ezt ajándéknak szerettem hívni, ezért Gratis a neve, de nézzük, hogy még mit tudunk neked adni tudjuk adni a Crypto Basic Plus képzésünket, amiben benne van az összes kripto alapismeret, kriptovaluták fajtái, kriptotősdék használta, hogyan regisztrálunk, hogyan állítjuk be a biztonságokat, mind a laptopunkon, mind a tőzsdéken, mind a valetek telepítésénél, hogyan telepítünk Metamaskot, egy évvel hármas valeteket, és ugye a nagyon-nagyon biztonságos Ledger nanunkat, ami ugye ezen tároljuk a kripto eszközeinket. Milyen formák, lehetőségek vannak befektetni a kriptoban, és mik az aranyszabályok. Jó, a másik, hogy hogyan tudsz a top egy, egy százaléba kerülni és hogy miért? Gondolkozz, hogy miért? Miért szeretnél oda kerülni és mi, miért fogsz tudni? Hát azért, mert ugye megtanulsz mondjuk farmolni, megtanulod használni a decentralizált lehetőségeket, tőzsdéket, likviditást hozzáadni és, és 10-20, időnként 100 vagy még több százalékot keresni azzal, hogy farmolsz, tudsz kamatoztatni kriptot, tudod elemezni a különböző blokkláncokat, mert megtanulod, és technikai elemzésből is tanulsz alapokat, illetve a trendeket, mint metaverse, játék, launchpadek, kapsz ö, ö, információkat. Ez a kripto haladó full csomagunk, 287 euró, és ebből most 10 százalékos cashbeket fogtok kapni. A másik, ugye a, hogy mitől válsz profivá vagy prová, ez a Crypto uh, Pro és a Full verzió. A Pro Full verzióra 15%-os cashback van, illetve ezt a 15-öt most fölemelem 17-re karácsonyi akcióba, úgyhogy aki idén meg fogja rendelni a Crypto Fullt, ő 17%-ot fog kapni, ezt majd itt át fogom írni. Az összes eddig itt, amit hallottál, ez mind benne van, jön a elemzés, tőkátiteles kereskedés, csártolás, alakzatok, pozícióméretezés, különböző idősíkokon való kereskedés, long short, DeFi lehetőségek, extra DeFi, DEX és még magas szintű DeFi dolgok, launchpadek, priszélekben hogyan vásároljunk, NFT-ket hogyan vegyünk és minteljünk, illetve ugye ebben van csoportos élő konzultáció, amikor konzultálunk a tananyagról. És akkor picit elkalózzalak titeket a illetve még van egy MetaMask és Ledger Nano külön kiemelve. Jó, egy picit elkalózott titeket, a, a, hogy nézzük is meg, hogyan néz ki a platform, és utána még visszajövünk egy szösszenetre, és akkor jönnek a kérdések, majd utána meg sorsolunk. Jó, itt vagyunk. Oké, Crypto World Mester, az a nélkül, hogy csak azt a linket használd majd, ami az e-mailben lesz, vagy ami a videóink alatt van, a kedvezmény igénybevételi, ez ugye kell, hogy majd írjál egy e-mail, de ezt majd mindjárt megbeszéljük. Itt az irányítópult, eleve itt vannak a kriptok, főbb hírek, itt egy ugye a boborékos csáthoz hasonló kimutatás, a félelemindex ugye 28-on áll, még mindig félelemben van a piac, és itt van a szivárványos csát. Itt van rengeteg kriptó alapoktatás, meg tudjátok nézni, hogy itt a Geri barátom beszél különböző témákról, amik, amik utána ugye az oktatásban ki vannak fejtve. Vannak coin kódexek, pénztárcák, melyik valeteket töltsük le, mindegyiknek itt vannak a linkjei. Itt van egy kriptoszótár, hogy mit jelentenek a szavak. Ugye ilyenkor egyszerűbb neked megtanulni, hogy mit jelent egy ilyen kriptoszlang szó, mint altcoin, mint ezt magyarul elmondani, mert egyszerűen nem is lehet elmondani. Viszont, ha már tudod, hogy mi az az altcoin, akkor razán fogod használni, és te is el tudod mondani másodok, illetve itt a kriptoszótár. Van egy franco portfólió tervező, ahol be tudod vinni, hogy mikor mit vettél és mennyin. Én ugye itt a Bitcoin és Ethereum vásárlásomat vittem be, ezek valós vásárlások voltak. Az Ethereum már egyébként tök jó pluszban is vagyok, 34 százalék pluszban vagyok, a Bitcoin el egyelőre mínuszban vagyok, de itt ugye bármikor hozzá vásárolok, itt a műveletekben tudom ezt hozzátenni, akkor ugye az egész portfóliumot itt nyilván tudom tartani. Ha ellátogatsz a tanfolyamok, főre itt lesznek a kriptomájcos tanfolyamok, ugye itt egyébként minden, minden csomag itt van, itt a plusz tanfolyam, basic plus, itt a haladó full, itt van a pro full, van egy külön nft is, de most a pro full megmutatom, hogy mi van a tartalom jegyzékében. A tartalom jegyzéke, benne van a teljes basic plus, ez, amit most kijelölök. Itt van nekem sajnos ez a zoom ikon, de akkor elviszem ide, kiviszem oldalra a zoom ikont ezek mind, amit most kijelölök, ez mind a Basic plus van, egészen idáig, hogy aranyszabályok. Ez mind a Basic plus van benne. És itt nagyon fontos a biztonság, mert lehet, hogy te már kriptozó pár éve, de ha azokat a biztonsági dolgokat nem tanultad meg nagyon komolyan, hogy milyen e-mail címet, milyen IP cím generátort, milyen biztonsági beállításokat használsz, akkor jó esélye előbb-utóbb ellophatják a kriptodat. Utána folytatódik ugye a képzés a haladóval, az összes DeFi, decentralizált tőzsdék, hogyan adunk hozzá likviditást, hogyan kamatoztatunk kriptót, hogyan keresünk rajta attól még, hogy csak ott áll, hogyan elemzünk blokkláncon, hogyan csártolunk alapszinten, illetve a lancspedeket, játékokat és a metaverzumokban milyen lehetőségek vannak. Ezt követően jön a Proful, ahol a technikai elemzés mindenféle rejtelme, alakzatok, kereskedési irányos, kalpolás, longolás, sortolás, kockázatkezelés, pozíciózárás mind itt van, majd jönnek ugye az egyéb defi DEX agregátorok, tőkáti tereskereskedés, DEX-eken, launchpereken, új projektek és az NFT mintelés, vásárlás, meg a Rarity, hogy ugye hogy mondjuk egy NFT mitől ritka, és ezt hogyan tudjuk megállapítani. Szóval a proful az mindent tartalmaz, illetve az előző, Nincs hang, nem hallunk semmit. Én legalábbis... Aha, és mióta nem hallatok? Most, most visszajöttél. Oké, okay, nem tudom, miért, valamiért lehalkultam. Köszönöm szépen a jelzést. Szóval, az a Néges, lényeg, hogy... Ke... Vissza szerintem, ott, ott ment el a hang. Aha, hol? Tetehéről. szerintem. Jó, oké, okay. köszi a jelzést. Szóval az a lényeg, hogy a haladó full, és a proton folyam 10%-os cashback jár, szóval a... 10%-os cashback kaptok a 287 euróból, a profulnál meg 17%-os cashback kaptok a 447 euróból. A cashback azt jelenti, hogy tokenben kapjátok meg, egy Binance márcsinál lévő tokenben kapjátok meg, ehhez kell, hogy írjátok egy e-mailt a kryptományztanodakukas.gmail.com-ra, neved az az e-mail címed, amit beregisztráltál ugye ide a CVM platformra, mindenképpen azt a linket használd a regisztrációhoz, amit majd megkapsz e mailen tőlünk, és azt, hogy melyik csomagot vásároltad meg, és akkor januárban meg fogod kapni ezt a cashbacket. Adunk hozzá egy kis iránymutatást, illetve a képzés anyagban is benne lesz, hogy hogyan kell farmolni, de adunk egy kis iránymutatást, hogy hogyan tudsz farmolni, és hogyha beteszed azt a tokent farmolni, akkor kb. egy év alatt, de az is lehet, hogy fél év alatt vissza tudod keresni a tanfolyam árát. Szóval ez valójában egy olyan lehetőség, hogy a tanfolyam árát vissza tudod keresni, úgyhogy erre lesz lehetőség. Oké, okay. jó, akkor most mielőtt tovább megyünk, kérdezném, hogy bárkinek van-e kérdése az előadás első feléhez, az oktatási platformhoz, ez a, 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 a különböző csomagokhoz, illetve bármi más kérdés is jöhet jelenleg. Tudtok írni a cserben, vagy tudsz magadra hangot adni, és utána akkor megyünk és sorsolni fogunk. írjál bátran a chatben, adjál magadra hangot. És ugye azért, komplex ugye a profil, mert egyébként ugye az NFT-kre is kitérünk, de látjátok, van egy külön NFT csomagunk is, de a profilban benne van az NFT egyébként. Én, hogy az a tapasztalatom, hogy ugye ezek most elkészültek ilyen videó formájában ezek az oktatások. Korábban ugye zoomon oktattunk, csak az nagyon-nagyon igénybe vett minket, meg ugye nem mindig tudtak jönni a tanulók sem, mert van, aki ekkor tudott jönni, van, amikor amakkor, viszont úgy itt, hogy minden fönn van videón, úgy tudsz haladni, hogy neked ez megfelelő. Hogyha gyorsan haladsz, van, aki egy hét alatt végigment az egészen, és akkor azt mondta, hogy ő, a DeFi-t választotta, mert ebbe szerelmesedett bele, és a DeFi-ban pontakozik ki. Van, aki ugye a technikai elemzésben és a csátolás kereskedésben találta meg, van, aki ugye, itt, itt is van a híváson, ő az NFT-ben találta meg, úgyhogy mindenki másban találja meg, de azért jó, hogyha végig tudsz menni, mert utána fogod látni, hogy mi, hogy mi az, ami neked való, és ugye ami nagyon fontos, hogy a, a tőzsdék és a valeteknál az összes biztonságot meg fogod tanulni. Egyébként megmutatom, hogy akkor hogyan néz ki mondjuk egy, egy ilyen videó mondjuk elmegyünk ide a profilban, és akkor ugye meg tudod nézni. Itt van az összes kripto oktatás anyag, itt le is tudom nyitni, hogy mondjuk akkor a extra DeFi DGen dolgokat akarom megnézni, és mondjuk itt mondjuk menjünk rá az egyéb web 3 valetek használatára, és akkor vagy én, vagy a Geri bejön egy videóval, ez egy 23 perces videó, föl is tudod gyorsítani, hogyha gyorsabban szeretnéd nézni, én ugye a videókat Hello, hello, szia, sok szeretettel. Másfélszeresen nézem. ...mester, bázis, képzésen, a basic tanfolyamon, ahol ugye át... És ugye ezeket mind-mind így meg tudod nézni, és tudsz menni a következő videóra, itt van egy-két szótárszó, és ugye itt le tudod nyitogatni, hogy a technikai elemzésben az alapoknál milyen videók vannak, a, a DeFi extra degen dolgokban milyen videók vannak, és ugye el tudod indítani őket, hogyha valóban szeretnél visszanyúlni, amikor végigmentél akkor simán visszajössz, és itt vagy, és el tudod végezni. Hát bármikor újra meg tudod nézni. Ha szóval egyszer megvetted, akkor ez örökre a tér. Annyi, hogy a profúlban benne van az, hogy időnként fogunk zoomon is találkozni. Jó, akkor írjatok bátran cserben, meg tegyetek föl kérdést, ha nem, akkor megyünk sorsolni. Oké. Okay. Girl Power, igen, Marcs írta, hogy Girl Power, örülök, hogy ennyi hölgy van itt. Igen. Szuper, jó látni a hölgyeket mert a hölgyek fogják egyébként nagyját tenni a kriptot, mert ugye a háztartások pénzügyét ők kezelik, és egyre inkább ugye akár egy háztartás is már elmehet, és kriptóban fizethet sok mindent. Itt van Judit, Melitta, a itt, itt azt nem tudom, hogy pontosan ki, de előbb itt láttam Illikót is. Oké, okay, Marci, szuper. Jó, na akkor elkezdem betenni, még addig jöhet kérdés, de elkezdem én betenni, leveszem a képernyő megosztást, és beteszem a Gyorsan a neveket a sorsoló gépünkbe. Szorítok, hogy olyan nyerjen, aki még nem. Jó, oké. Okay. Jó. Akkor kimásoltam a neveket, és újra megyünk megosztani. Kérdezzetek bátran, használjátok ki egyébként, mert az, hogy így lehet kérdezni, az egy kivételes lehetőség. de már lehet, hogy alszatok, vagy zuhanyoztok, ki tudja. Oké, okay. na menjünk, sorsoljunk. Képernyőt osztok. Oké. Okay. Van egy ilyen sorsoló ö, alkalmatosság. Ide beírom a neveket, bemásolom. Jó, ránézek a nevekre, Gábor, Pasztelenek, De András. Jó, viszont ne legyenek vastagon szedve. Jó. Na, akkor kikkelhetek? Mit mondtok, kehetek? Te Ó, oh, és Judit! Judit a nyertes! Gratulálok Juditnak! Hoppá, ez igen. Jó van, Judit, ügyes vagy. Na, Judit, tudsz magadra képet adni? Meg hangot? Judit, gyere, el kéne menni a nyereményt. Egy újongás bemutatni, vagy valami. Jó, Judit valószínűleg nem tud magára a hangot adni, de úgyis a videóról látni fogja. Oké, okay. az a lényeg, hogy kérek egy e-mailt, egy valet címet, ami lehetőleg Metamask vagy Szépán valet. Szóval az a lényeg, hogy egy saját valet cím legyen, és egy Binance Márcsénes címet kérek, mert a token az Binance Márcsénes lesz, de nem Binance tőzsdei címet, hanem Binance Márcsénes címet kérek, és akkor judith 30 dollárnyi kriptó eszköz, és reméljük, hogy valamelyik tanfolyamot is megveszi, ahhoz is kap még nyereményt, úgyhogy, vagy cashbacket, és akkor egy egész komoly kis farmot tud elindítani. Dash 2 trade, mi a vélemény Dash 2 trade-ről? Megmondom, szintén nem hallottam róla, ugye ezt tudjátok, hogy körülbelül 20 ezer darab kriptovaluta van, és értem szerint nem hallunk mind róla, de mindjárt ránézzünk, illetve megmutatom, hogy hogyan szoktam megnézni, hogyha valami, valamiről szeretnék infót találni. Oké, okay. ugye én a CoinGecko-t jobban szeretem, mint a CoinMarketCap-et. Beírom ide, hogy Dash 2 Trade. Mivel nem dob ki semmit, így már egy kicsit akkor szkeptikus vagyok, hogy Dash 2 trade nem, nem dob ki semmit, szóval nem tudom, hogy mi ez a Dash 2 Trade. Így, így hogy milyen kriptoprojekt, ugye a Dash, azt tudjuk, hogy egy egy kriptovaluta, egy elég régi coin, a, a Dash, viszont a Dash 2 trade nem dob ki semmit, úgyhogy amit teszek, beütöm a... Ide, a google be Dash2Trade, Crypto Analytic Platforms, jó, elvileg ez egy kripto elemző platform, de saját kripto én nem látok. De itt van, hogyan vegyünk Dash2Trade-et. Akkor mégiscsak lehet venni. Metamask a, -a van, és valami pre -sale. Oké, okay. hogyha ez egy prinszér, és ez egy valós platform, akkor adott esetben elképzelhető, hogy részt lehet benne venni. signalokat, botokat és analitik platforms, hát ez nem biztos, hogy elég ahhoz. Elvileg ugye meg kell nézni, hogy ugye a médiában mit írtak, viszont ugye médiában lehet fizetni a cikkekért, szóval az, az, hogy a bloomberg legyen egy cikk rólam például, az csak 2000 dollárba kerül. De meglátjuk, hogy itt milyen cikket lejelentek meg róluk. Oké, okay. meg kell nézni, amit itt kínálnak, és hogyha ezek már működnek, nem csak egy ilyen nagyon jövőbeli ígéret, akkor jó eséllyel feltételezem, hogy a Dash2 Trade tokennel hozzá lehet majd férni ez a platformhoz, de az, hogy itt most bármi pre lenne, vagy bármi lenne, arról infót nem látok, de elképzelhető, hogy lesz valami, igen, have to buy. how to buy, hogyan vásároljunk, illetve van egy roadmapjuk is, egyébként a weboldal alapján komolynak tűnik, és itt tényleg, hogy 78,95% el van adva. Ugye ezt, hogyha bármilyen priszélben, vagy ilyen, ilyen kibocsátásban fektetni, azt jó időben kell elvégezni a kutatást jelenleg összeszedtek több mint 10 millió dollárt, meg kell nézni, hogy kitől, mert ha nincsenek benne komoly vészik, akkor nekem úgy kétséges, hogy ez egy valós dolog legyen. Viszont ilyenkor föl szokták tüntetni, hogy kik a, a vízi befektetők. Itt jelenleg nem látom, de írták, hogy vannak, de jelenleg nem látszik, hogy vannak-e vízi befektetők. Az embereket egyenként végig kell nézni a LinkedIn-en, meg kell őket nézni, el kell menni a Telegramjukba, a Discordjukba, és megnézni, hogy tényleg akár a, a projekt alapító is ott vannak-e, kommunikálnak-e, vagy csak ilyen bérelt emberek kommunikálgatnak-e. Jó, így DOH-ban ennyit. A Uniswap-on ugye bárki föltehet likviditást, az elbankon pár ezer dollárért föl lehet kerülni, Bitmartra már komolyabb fölkerülni, illetve a Csengyi egy swap, de egyébként komolynak tűnik, azt kell mondanom. Az, hogy az Amazon Webszervizel együttműködnek, ez nem jelent semmit, mert az én szervezem is ott fut, de én nem teszem ki a weboldalára, hogy együttműködök az Amazon web szóval ez meg hogy az eterommal, mert hát az, hogy az eterom blokkláncon indulok, akkor természetes. Minden esetre át kell alaposan nézni, első ránézésre nem tűnik szkemnek, de az embereket kell végignézni, a szkem projektek embereket bérelnek. Én voltam a konferencián, hogy a kiállítók mellettünk ilyen csillivili dubai üzletemberek voltak, nagyon megnyerőek voltak, és az egész projekt egy scam volt, és utána számtalan alkalomszor még győzködtek, hogy vegyünk belőle, nem vettem belőle, és egyszer csak eltűntek, miután úgy összeszedtek pár millió dollárt, meg kell nézni, hogy ezek az emberek mit csináltak már a kriptoban, meg egyébként más bizniszekben. Jó, ennyi volt így a mára, zárul Miki Mókatára, macs elköszön, szuper. Oké, okay, srácok, akkor én azt szeretném, hogy mindenki adjon magára képet, hogy egy ilyen integetési dologgal tudjunk köszönni, és szeretem, amikor itt van képetek. Most igazából csak saját magamat látom, de adjatok magatokra képet, hogy egy integetéssel el tudjunk köszönni, és nagyon boldog, áldott karácsonyt kívánok. Töltsetek sok időt a szereteitekkel, vegyétek meg neki a kriptovalutás könyvet, illetve ugye tanfolyamot is vehettek neki bátran ajándékba, cashback ti kapjátok, ők meg elvézik a tanfolyamot, az is teljesen rendben van. Úgyhogy várunk titeket jövőben, folytatjuk addig meg egy kis lazítás. Sziasztok, legjobbakat mindenkinek, nagy Ura és hello, hello.